óra, úgy pontosan 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága balatonfüredélyek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, jó reggelt. Miért nem vagytok a vízbe? Miért nem csobbantok? Miért itt áldogáltok az üvegstúdió előtt ebben a festői, remek, gyönyörű, szép 13 fokban? Hát igen. Ne hazudjunk, hogy itt most rekeve hőség van, gyakorlatilag klasszikus nyári napsütéses, bícselős, kifekvős, fürdőzős, lángosevős idő, mert hogy nem. Igen, de nem. Ez a helyzet ilyen pillanatban. Milyen, igen. Igen. Valahol. Gyerekek, itt nem az időjárás a lényeg. Sokan vagyunk, összebújunk. Így van. Úgyhogy ezzel nem kell foglalkozni. Szóljatok, ha már hallotok kint, jó? Már integessetek, mert még nem, ahogy hallotok. Aha, sziasztok, na jó reggelt. Miért nem vagytok a vízbe? Igen, strandoszt nem használjuk. Hát tessék kihasználni a medencét. Állnak körülbelül 100-an már az üvegstúdió előtt, mindenki nagy kabádban. Most már hallanak minket, nem kell feltűnően artikulálni. Miért nem vagytok? Menjetek a vízbe. Gyerekek, hát ez mindig ilyen valahogy. Tehát így ez általában, ami a szándal egy időben van, ugye az a másik oldalon van, ott mindig rossz idő van, mindig bejön valami hideg front. Bár a tavalyi füredi kitelepülésünk kivétel, mert ilyenkor már ugye a medencéből csápoltak nekünk meglehetősen kellemes idomú nők. És kellemes idomú, csak a nőket néztük. Ez a medence, vagy összeállt itt a víz? Nem, ez egy egybeálló jégfelület itt most. Tulajdonképpen ezt most jönnek csákányokkal megbontják, és utána 8 óra akkor meleg vizet engednek be. Nem értem a fürediéket, miért nem fürdenek egyébként. Komolyan azt hiszem, egy kicsit keményebben. A víz tehát, egyébként 25 fokos, tehát igen. Hogy mehetnétek, az tényleg jó. Elvileg lehetne? Lehetne, hogy nem? Persze, csak ilyenkor ugye melegebb a víz, mint a levegő, tehát bemész, és azt érzed, hogy egy meleg paplan így rád terül. Csak amikor kijössz, akkor minden beléd fagy. Ezt ismerem, régen általános iskolában, vagy középiskolában mentek ilyen dumák, és akkor figyelj, hülye, tényleg bemegy, hallod? És de aztán mondtálom, ki bevett ez után a mondat után. Most gondolod, de 26 fokos a víz, vagy 25-13 fokos a levegő, tehát hogy effektíven melegebb a víz, az jó. Ugye, most próbálom még ideologizálni, hogy miért kéne igen, hogy miért is kellene bemennem, de nem fog menni. Egyébként ez az időjárás a tegnap estihez képest, vagy a tegnap délutánhoz képest istenes. De hát, hogyha... Most miért kell megint a testvéremet bántani? Mert legalább így bekerül egy nagy hallgatottságú rádióműsorba. Igen, mi baj az öcsémmel? Nincs neki elég baja? Szóval tegnap elmentem egy kicsit délután sportolni, és olyan kicsit lengében öltözködtem, természetesen nem akartam neki nagy feneket kerekíteni. Mire odaértem? Vesztelen fekve nyomás? Igen, mert kiderült, hogy elfelejtettem magammal cuccot vinni, meg váltás alsónadrágot. Egyébként ebben semmi túlzás nincsen, odafele be kellett mennem egy kínaiba, és vennem magamnak két pár alsónadrágot, mert belenéztem a kis tatyomba, és rájöttem, hogy úgy mentem el valahova izzadni, hogy nem volt nálam váltás, és mondjuk, hát azért tudjuk, hogy annál kellemesebb nincs is. Duplába 600-ért. Majd megmutatom a helyet. De ebben mi volt az új, mert a kínainál vásárlás az neked nem lehet az. Tehát ennél volt? A kínainál vásárlás. Ja, hogy az ez volt benne az új. Ja, értem. És mire odaértem, gyakorlatilag csuromvíz voltam. Torracipő átázott, nadrág átázott, póló, minden gyakorlatilag. Nagyon jó volt, mert az izzadt ruha, hát amikor levettem, akkor utána visszavettem magamra a csuromvízes cuccot, és akkor úgy gyalogolhattam haza a mi kis szállodánkba. Illetve hol nem voltál edzeni? A szállodában van edzőhely, nem? Nem, engem most nem odaraktak abba a szállodában, engem a Hotel Füredbe. Kis darab. Igen, valóban itt valaki, nem nincs itt senki 25 éve. Kérdezték, hogy Bali kell a szobát, mert tudjuk, hogy nem alszol, mert akkor kiadnánk másnak. De mondom, hogy annak nincs szobája. Nem neki. Nem baj, másnak. Most mondtam. Igen. De nem, egyébként abban a szállodában nem volt fitness terem, ez egy nagyon jó kis szállodam, úgy most reggel óta úgy hívom, hogy Hotel Sparta, mert nem volt melegvíz. Nem mondod. Tényleg nem. Laci, nálad volt? Nálad se? Azt hittem, hogy csak a Janninál, nem? Igaz, Hotel Sparta. Nem volt melegvíz? Hát nem, jó magasan voltunk. Hát, hogy azért. Hát igen, meg a Balatonon nem kelsz föl 5-kor, tudod? Minek melegítsék? Tehát ők arra számolnak, a balatoni nyaraló, az 9-ig mindenki alszik. Hát mi a franc nem melegített? 9-kor lesz melegvíz. Nem, gondoltam, hogy nem volt már annyi idő, hogy leszaladok a konyhába, és megnézem, hogy alárottyantottak-e már az üstöknek. Erre sajnos nem volt időm, de nem baj, így legalább gyorsabban ébredtem. Nem kellett megvárnom a kávét. Jót tesz a bőrödnek állítólag. Így van, igaz, milyen kis hanvas, megcsípheted. Nem, köszi. Gyerekek, 4 óra óta úton vagyok. Na most ezt akartam kérdezni, hogy miért nem kell neked szállás? Hát ez az. Aha. Mert a családdal itt vagyunk egy laza 150 kilométerre innen. És gondoltam, hát majd reggel, ugye? Hát miért egy óra alatt itt vagyok. Aha. Beütöttem éjszaka a GPS-be. 150 hogy... az fél óra. Igen, beütött GPS. Nem a távolsága nagy, hanem egy kis falvakon végig, ugye, és hát nem tudom, 100 km autópályán tényleg, az nem egy nagy idő. De ilyen kis falvakon, ahol mindenhol 50-es, meg 30-as tábla van,
negyed ötkor indultam. Persze nyilván meghallgattam Hollywoodú örvényes cipőt. Jó, de jó az a dal, te hú, de ilyen. Az beégett. Sose voltam még ennyire magányos, mint Hollywoodú örvényes. Rájöttem, hogy azt nem beszerkezték azt a számot reggelenként, hanem az egy szoftverhiba. Az valahogy benne van. Komolyan, én küldök egy e-mailt a zenei osztályának, hogy hogyan? Tehát, hogy így, miért? Mondják meg nekem. Zenei osztály, hallgató vagyok Sebestén. Sebestén, nagyon-nagyon jó hallgatójuk, és nagyon sokat hallgatunk. Miért adják le minden reggel a Hollywood örvényest? Kinek a kie játszik a zenekarban? Most már végre árulják. Lementünk örvényesse, és ott volt a rendőr, azt jött, és forgott a világfél. Kívülről elmondom neked éjszaka a szöveget. Most bekapcsoltam 4-5, most meghallgattam, hogy lesz-e. 10 perc múlva ott volt. Hát mondom, ez a dal, ez kísért engem. Lehet, hogy más nem is hallja, csak én hallom. Tehát, nem is szól a rádió, vagy csak beszól. Amikor megyek reggel, ott szól, és elkapcsolom, akkor nem szól, visszakapcsolom, megint szól, de csak a fejemben szól. Hát lehet, én javasolnék egy jó lobotomiát, egy kis agycsapolást, valami műtéti beavatkozást, mert ha nem, akar eltűnni. De jó volt egyébként áthaladni a kis falvakon? Jó volt. Hangulatos. Jó volt. A kisebb sebességgel megy az ember. Igen. Nye, bimbo, te jó, darabira szakadt az eső, tehát nem volt nagy lehetőség igazából nagyokat menni. Gyerekek, 3 trafipax 5:30-kor. De már? Na, halálosan komolyan ezt? Mondom, az egyik Sümeg környékén, a másik ottól Badacsony 90 felé kell menni. 90 mínusz, és még csak 6 óra. Le volt akarva. Nyugi, le volt akarva a rendszámom. Nyugi, egy bugyi. Nyugi, intéztem. Nyugi, ráragadni egy falevél. Ilyetetlen, hogy ezek a falevelek hogy fel tudnak tapadni a sáros vízes időben. De nem, tényleg, azt nem tudom, hogy aludt-e benne a kollega, vagy nem. De azért 4:30-kor kiállni oda sunyi módon, szóval azért van bennük. Hát ha van bennük húzás. Hát ha csak nem este állt ki, és igen, van bennük aludt. Mert hogy én mentem egyedül, egy szekeret hagytam le egyedül az egész úton, tehát senki, hogy ezek mit mérnek ott 4:30-kor egy ilyen bekötő úton. Lehet, hogy rád vártak. Lehet. Tudták, hogy ott vagy. Vártam, tudod, hogy egy ilyen villogva kifordul, mint az ágyugójó futamba, vagy a Mad Max, vagy azonnal lemeszelnek, de ezek nem jönnek. Szerintem aludtak. Kicsit megremegett a kocsi, hogy elmentem, mert eldőlt a trafi. Na mindegy, úgyhogy hát egy laza másfél órás túra. De nincs ezzel baj, viszont nagyon szép környéken éltem. Sokat láttál belőle az eső és a félhomály miatt. Gondoltam egy nagyot, és elmentem Szigliget, mert és majdnem felmentem a várba. Igaz? Á, nem, azért. Jenő, nyisd ki az ajtót! Én vagyok! Félúton vagyok, adj egy kávét! Nem, ekkora élmény lenne, ha bejönnék úgy reggel 6-ra, és azt mondom, hogy találjátok ki, hogy hol voltam. Nem találtatok volna, és elmondtam, hogy a Szigligeti vár tetején köszöntöttem a hajnalt. De ránéztem az órára, és a Szigligeti várnál voltam 5:50-kor. A GPS-en még mutatott egy 28 kilométert, gondoltam, ez most nem biztos, hogy meg kell kockáztatnom, de aztán behoztam a lemaradást. De jó, mondjuk ennyire tudtál még én sem vagyok. Tudtam egy rövidebb utat. Ennyire még én sem vagyok elszállt, hogy vagyok a 9 óra nyitás előtt 3 órával bemenjek a Szigligeti várba. Mi lett volna, megállítottad, zárva lett volna, vagy be lehet menni? Nem tudsz felmenni kocsival. Igen? Az mondjuk kocsival, nem, mert vagy azt, hogy oda nem lehet, meg nem tudsz fölmenni kocsival, az nem a Balázs kaliberű sofőrökre van szabva. A törvényt, megálltam volna. A kapuig fel tudott volna egyébként menni, hogyha nem pörgött volna ki a kereke, emlékeim szerint ott macskakő van, és hogyha az egy kicsit megázik, akkor, de hát azzal a gumbival biztos fel lehet menni. A kapu meg át tudtál volna szerintem mászni. De most gondolkozom, hogy megyek vissza, és lehet, hogy megállok, gyerekek. Megéri. Megnézem. Kinek hazudsz? Kinek, nekem vagy magadnak? Nem, ha jó időben el tudok indulni, és nem lesz nagyon ramadt idő, föl. Én ott nem voltam. Nem, egy nagy túra az. Hát ismerem, hogy hol fogok megállni. Nekem, neked igen. Igen, de te Badacsonyból sétálnál fel, pedig a bejáratod egy méterrel fogom behúzni a kéziféket, besétálok, megnézem, aztán indulok tovább. Tényleg meg akarom nézni. Gyönyörű. Jenő tudja, hogy kell élni. Mi ott lett a ő volt egy időben tiszteletbeli várkapitány. Igen. Akkor szaladt nagyon a szekér. Igen, a tiszteletbelőből bármikor ki lehet hátrálni, az azért jó. És mennyit fizetett ezért? Szerintem nem, csak az image. Ja, hogy várkapitány. Igen. Na jól van. Gyerekek, itt vagyunk Balatonfüreden, ha valaki nem tudná, Sun City. Jó, ide gyertek, ez az Annagóra Aquapark, és 8 óráig, ha bejön 1500 ember, az ingyen jöhet. Itt mi most még nem vagyunk annyian, de pár száz már elfogyott a belépőből, úgyhogy még lehet jönni, gyereket bedobni a vízbe, hadd szokja a kiképzést karúszóval, és aztán, ugye, hát 10 órakor Kassa Tibi itt a helyszínen. De hát 9:40-kor jön. Mondom, mi az Isten, hogy 10-kor? Hát 9:40-kor ugye, V. Zolika, vagy 5. Zolika, vagy bárhogy is hívják. Egyébként én már látom őt, mert hogy itt van. Uh-huh. Látjátok? Nem. Fölvette egy nyakkendőt. Ott van. Szia, Zoli! Zoli! Jó reggel, gyerekek! Na ez az alázat. Ez a szakmai így alázat. Van.
egy negyed tízes színpadra lépés előtt negyed hétkor már itt van. Ez az alázat. Nem, már mondom, ez hogy az. A szerdán találkoztam vele, már erre jött, úgyhogy... Igen, az igen. A sátorod hátul az övé. Igen. Aztán ugye... igen, a Sun City-ben, mi most az Anagor Alkoparban, de a Sun City-ben majd 6:30 Rúzsa Magdi, Vastag Csabi és Ergo 9:30. Ilyen késői színpadra lépés van a Robinak, nem kell akkor ágyba lenni? 9:30? Nem, addigra tud már ébredni. Akkor ijad meg. A délutáni alvásból. A fürdésről meg annyit egyébként, hogy itt bent is vannak medencék, nem? Hol? Bent. Az épületben. Én itt jöttem keresztül, és ott lehetett látni, hogy van belül fürdési lehetőség. Amikor hátra néztem, mert akkor az a lépéseid nyomán beszakadó. Ja, az esővíz belefog. Körbe volt kerítve, vagy csak beázott? Vagy tehát ilyen, hogy volt. Tudatos medence volt? Benne. Igen? Van bent medence? Van. Nincs, nem? Nektek sem. Mindegy, hát ha valaki, akkor csak akkor nem lát minket, hogy nem hall minket, hogy bent is szólunk. De 10 után, hát hogy ingyen bejössz, 10-ig itt állsz, aztán ja. Tudsz bent fürdeni. Igen. Hát mondanám, hogy jó idő van, de nem akarnék ilyen bődületeset hazudni azoknak, akik most gondolkoznak, hogy induljanak vagy ne. Tehát legyünk őszinték. Legyünk őszinték, nincs jó idő. Nincs. Nem? Mondjuk nincs. Ki. De? Hideg nincs. Így van. Na? Hát hogy kijöttek ebből? Csak valami pozitívval nagy nehezen kijöttek. Nap nem süt, de hideg nincs. Nap nem süt, de ilyen párás, ilyen fura, ilyen meleg van, de lehet, hogy csak azért, mert mi itt vagyunk bent. Nem? És 30-ra van állítva a légkondi. Igen, lehet, hogy kimegyünk, egy barom éneg van. Igen, és ezen az üvegen, vagy plexin nagyon nehezen fúj át a szél. Igen, én nézem az arcokat, meglehetősen fáznak. De hát ez persze természetesen értető, hiszen én hajnalban 9 fokot mértem ott, ahonnan indultam. Azért az elég sok. De majd, ha kimész dedikálni, az a szeretet, ami árad feléd, az felmelegít ott mindenkit gyakorlatilag. Az a melegség, ami jön belőlem, így van. Jaj. Gyerekek, visszahallgattam magunkat. Nem volt más. Magunkat hallgattam. És mire jutottál? Jó volt, jó volt. Magadra voltál kíváncsi, de hát is benne voltunk. Néha belebeszéltetek. Egy kicsit zavart, legközelebb kivágottad az Annával. Jó volt a Nóri, örülök, hogy megszólalt meg, aztán a Péter is. Jó volt, tényleg nagyon sok SMS kaptam tegnap, hogy nagyon jó kis interjú volt, és hogy jó, hogy megszólalt mindkét fél. A gratuláló SMS-ek között volt Nórié is? Norival is SMS-eztem utána egyébként, megköszönte, meg még egy pár dologról SMS-eztünk. Igen, hát szerintem neki azért ez egy jó fórum volt, hogy el tudtam mondani. Nyilván minden újságban mindig az adott újságíró intelligencia szintjén köszönnek vissza azok a mondatok, amit ugye az ember mond, ezért is nehéz ugye a nyomtatott sajtóban bármit átadni, tehát azért ez neki is egy jó fórum volt. Miről SMS-eztetek, hogy a régi öltözőjét megkaphatja majd a szakácsod? Igen, körülbelül lesz, hogy oda bepakolhatom el a cuccaimat. A stábommal beköltözhetek-e, igen. Úgyhogy ez volt, de írt a Szújó, nagyon-nagyon sokan tegnap egyébként, hogy hallgatták. Jól van, mi a helyzet játékkal, hogy állunk? Igen, annyira elpopsítszuk a nagy közönséget, 3-1. 3-1. 3-1, és ezt már szerdán beállítottuk már a 3-at, ugye? Az 1-et azt tegnap sikerült kihúznia a játékosnak, időn túlmondott egy igen, tehát azt hiszem 1 perc, 2 másodpercnél durrantotta be az igent, úgyhogy az övé volt az a pont. Tehát megvan a 7. De megvan, most megvan. Hova gyötörjük még őket, vagy magunkat, nem? Hát kicsit pihenünk rá, pihenünk a jövőt utáni hétre, hát most hova küzdenénk még itt? Gyakorlatilag bárki játszhatna. A TBC-s kisfiú is hátul. Igen. Igen. Megfáztátok itt. Kell egy savanyú cukort, azt mondja, így áll valami. A torokkéményseprője. Igen, valami, amik a torokkéményseprője, én vagyok. Régen így hívtam magam, mikor még szingli voltam a torok. Megjött Balázs. De kaptak. Megjött Balázs a torokkéményseprője. Ez volt a beceneve. Jó. Ez volt, amely régen. Hát most már az embernek felesége már nem hívja így magát, de régen itt van Bali nyugi, a torok kéményseprője. Jó. Ahol önbizalom van, ott minden van. Most miért hagyjam, hogy más mondja, nem? Hát most érted, hát így kell ezt. Na jól van, helyszínről választunk játékost, úgyhogy... Sun City-ből. Így van, Sun City-ből. Ha valaki fordítva tartja a térképet, az itt nus. Itt nusból választunk játékost. Jó? Úgyhogy SMS most senki ne írjon, mert tudjátok, a kitelepülés van, akkor mindig a helyszínről választunk. Jó, 7:30 van, pontosan jönnek a legfrissebb hírek, a hírek után jövünk a játékkal mi is. Morning Show. Minden hétköznap reggel 6-tól. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. A
Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága balatonfürediek, jó reggelt kívánunk. Bírjátok még? Tartsatok ki. Hát most majd napszemcsíjük is van, nézd. Tartsatok ki. Nagyon hideg lesz. Ez most még csak a kezdet, állítólag a vihar 8-ra ér ide. Sokkal durvább idő lesz. És kifelé már nem mehettek ki ingyen. Bizonyám. Itt vagyunk ugye az Anagóra Aquaparkban, hát egyelőre nem elég kemények a füredék, tehát senki nincs, aki bemenne a vízbe. Komolyan, egyszerűen számomra teljesen felfoghatatlan, hogy miért nincsenek emberek a vízben. Nem? Dobjunk föl valamit az első fürdőzőnek, de tényleg. Na, tessék. Mi legyen az? Két legyen mondjuk melegvizes priznic. Higgyétek el, jó a víz. Jobb, mint a levegő. Annyi meggyőzés volt ebben a mondatban. Mindegy. Falat kegyér annyira hiányzik nekünk. Vannak friss közlekedési híreink. A játék előtt egy kamionos felhajtott a Ferihegyi gyorsforgalmira. Az aluljárónál látta, hogy nem fog átférni, ezért megállt. De a dugó már persze alakul, ezt Laca küldte nekünk. Aztán Zsuzsa is elküldte ugyanazt, ott már állítása szerint beszorult a kamion a felüljáró alá, úgyhogy lehet, hogy nem tud annyira hamar megfordulni. Én ezt sose értem, gyerekek. Majd erről hét után két mondatot beszéljünk. És a legjobb ezzel a hírrel kapcsolatosan, hogy a sofőr állítólag ott hagyta a kocsit. Hát, mondjuk mit tudsz csinálni? Micsi, emelje ki egyedül, hát, vegye le róla a hidat. Hát, elmész iszol egy kávét, fél a főnöködet, aztán kész. Na jól van, megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Melinda, hello. Sziasztok, Melinda vagyok. Szia. Hello, sziasztok. Hello, Melinda. Rajtad egy kék törölköző, ennyire hideg van? Igen, kín? Nem, meleg van. Meleg. Igen. Nagyon meleg van. Hát ő így hűti magát. Igen. A fürdőruhámra még teszek egy kis törölközőt is. Miért nem vagytok a vízben? Most komolyan. Miért most kijöttünk egy kicsit napozni. Nagyon jó arc vagy. Jöttek egy kicsit napozni. Füredélyek vagytok, vagy itt nyaraltok valahol a környéken? Nem, itt lejöttünk pár napra nyaralni, igen. Pont kifogtuk ezt a nagyon szép időt. De igen, jó, belenyúltatok. Nyugtass meg, hogy nem az éves szabidat vetted most kér a pár napra. Tehát, még igen. Hát csak szeretet legyen, meg sok rövid, nem? Igen. Ez a lényeg. Igen. Barátnőkkel vagy pasikkal? Barátokkal. Barátokkal. Na jó van. Kivel szeretnél játszani, Melinda? A kérdezőtől. Balázsal. Kérdeztél valamit, Jani? Szóltál, Jani? Csak éppen gondolkodtam rajta, hogy mit kérdezlek, de nem sikerült kimondanom. Én annyit játszottam a héten. És nagyon sokat vezettem. Akkor legyen a Jani. Ez a beszéd. Sose tudtam még senkit lebeszélni magamról végre egyszer. Így van, ez a beszéd. Így van, legyen a Jani. De hát figyelj, ha veled szeretnél játszani, akkor most miért utasítod el? Jó, amit szeretnél, dönts, mondj egy végső szót. Most mitől félsz, hogy nem ura a gondolatainak, a mondatainak, hogy napszúrást kapod? Na, menj ide akkor, hogy igaza van a Janinak. Nem beszéltünk rá, játékos. Mindegy. Feri, Jani vagy Bali, tessék, te vagy. Jani. Érdemle. Jani, ez Jani. A beszéd. Jó. 3-2-1, okay. Tessék. Na. Elindultunk. Okay. Szeretnél kérdezni? Kérdezni nyugodtan. Hány napra jöttetek? Erre a hétvégére? Hosszú hétvégére? Hány napra jöttünk, azt mondja, hogy hány napra is egy hétre. Az nem rossz. Idén nyaraltatok már? Akkor meg is állhatunk. Melinda, kicsit túlzónak érzem az örömödet, mert sokat nem tettél a játékba, de jó volt. Szép volt. Jó játékos választottam, jó van. Igaz, igen, idézőjelben jó játékos. Igen. Ügyes vagy, Melinda, jó játszottam. Örülök, meggondoltam magam, köszönöm szépen a lehetőséget. Élőbe pedig nem könnyű egyébként, tehát ide bejönni, ez nem egy egyszerű élethelyzet. De megvan az ajándékcsomag, van nekünk itt, át tudjuk adni? Van, hogy ne volna. Azt mondja, hogy mondom is, van benne egy nagyon szép bögre, van benne egy nyakbalkasztó, és van benne egy egéraláté. Nagyon szépen, köszönöm. Tessék, parancsolj. Köszönöm szépen. Gratulálok. Köszi. Gyönyörű nagyon játék volt. Kedves egészséget. És jó nyaralást kívánunk, jó? Szia. Kis szia, Melinda. Ciao. Szia. És tapsolnak a füledek. Nézd meg, tapsolnak. Mert jó fejek. Aha, mind ellenünk voltatok. Mi? Persze. Na most nagy sikítás Melindának. Én meg, mert így legalább nem fáznak. Nem, ez már egy ilyen fagyás veszélyes sikítás volt. Az üszkösödés és a igen. Lefagyott a lábam. Láb elhalás közepette. Na jó vagy, gyerekek, akkor tehát? 3-2-re nyertük a hetet. Ennyi, belefér. Győzelmet nem kell magyarázni. Persze, kicsit megpihentünk. Azt nem. Megpihentünk itt a végére, de 3-2. Ráadásul jövő héten ugye Szabin vagyunk, úgyhogy most mindenki elmehet kicsit nyalogatni a
sebeit. Meg elgondolkodni, hogy akarjátok ezt a játékot. Elgondolkodni, és aztán új úterővel majd jövét utáni éppen hétfőn, jövő héten ugye best of van megint. Elmegyünk ebben a festőidőben. Egy kicsit. Jókor veszik ki mindenki. Őszözni. Igen, jókor veszik ki mindenki a szabadságát. Jól van. Gyerekek, 10 órakor itt Kassa Tibi, jó? Azt valahogy azért bírjátok ki, bár ha összebújtok, mint a vadmalacok, akkor egyébként egészen jó az időjárás, úgyhogy ne szélegyetek szerte szét, csak bújjatok össze. És még Hien is itt lép föl, ugye? Hien? Igen, Hien is itt van még. És akkor utána délután van innen mondjuk 150 méterre körül. Na, mert azt hiány, hogy ő már esetleg... hogy ő, de azt hittem, hogy ő, azt hiány, hogy ő délután van. Én érzi a szabadságot. Igen. Ez érzi. Azt hihenheted, hogy délelőtt lesz, de nem. De nem. 3 perc, pontosan 7 óra jönnek a legfrissebb hírek, újra jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, a show, amelyre az ország ébred, hamarosan folytatódik. Itt a Klassz FM-en. És kivet az ágy, ha már a csap felett hangzik az ágy. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, perc már korán, vagy egy hiány. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk Balatonfüreden, a perzselő napsütésben. A hihetetlen napsütésben, gyerekek, nem hiszitek el, kezd kiderülni az ég, kezd elállni. Gyere ki! Kezd elállni az eső, úgyhogy így érdemes ide ellátogatni, percről percre jobb idő van. Malorkán. Ha valaki úgy gondolja, hogy nála esik az eső, biztos ilyen van Füreden, nem ilyen az idő Füreden, mint ott. Itt már kisütni látszik a nap, pillanatra melegebb az idő, és megy föl a hőmérő, higanyszála. Így ugye? Van, gyönyörű elosszezoni idő van. Így van. Ahogy Matt is írta, nincs mit tenni, ha hien az idő. Így van. Balázs, te hien, rettenlenül jó fej vagy. Már megvan a 10 igaz szójáték, már látom. Igen. Balázs, hogy te hien szellemes vagy ma reggel. Hát most mit csinálják, ha hien vagyok, nem? Hát most... Hát... Érted. Hát... Na, gyerekek! Valaki menjen be a vízbe. Na, ezt komolyan mondom, ez életcél lett. Valaki tegyünk be a vízbe. Adunk neki valamit. Ti hárman vagytok a leglazábban öltözve, egy-egy törölközővel. Van-e a rövid naci alatt fürdőruha? Nincs. Ajjajjaj. De miért nincs? Mi az, hogy nincs? Ha így jössz ki a strandra. Mesztelenül menjetek be. Legyen ez egy nagy orgia ma reggel, és fürödjünk mindannyian. Kicskorúaknak. Fürödjünk mindannyian messzenül. Ki, valaki bement a vízbe? Figyeljetek, mit lehet, mit ajánljunk föl annak, aki elsőként belemegy? Várj, ne ajánljunk föl semmit! Azaz! 3, 2, 1! Na, akkor menjünk vissza a stúdióba. A legkeményebb! Ennyi volt. Ja, köszi, akkor menjünk vissza. Jó, egy ajándékcsomagot mindenki. Milyen a víz egyébként, jó? Aha, azt mondta, hogy nagyon hideg. Igen, de nem teljesen ezeket a szavakat használta. De akkor nem jött be az elméletem, hogy a víz mindig melegebb, mint a levegő? Mert ha most sem melegebb a víz, akkor 10 fokos a víz. Az nem jó. A jégtáblák alatt melegebb. Igen. De bevállaltad. Nagyon, nagyon rendes srác vagy. Komolyan mondom, valamit adjunk neki. Viszel neki törölközőt, Laci? Vagy mi? Laci elindult a törölközővel. Igen. Figyelj, gyere majd ide hozzánk, jó? És akkor kapsz egy ajándékcsomagot. Na, most már nem mondhatjuk el, hogy úgy voltunk Füreden, hogy nem volt ember a vízben, nem? Hát, mert szerintem nagyon-nagyon pozitív. Az épületben van egyébként meleg víz, rá tudod venni a csigát, hogy kibújjon újra a házból. Szörnyű? Na gyere, akkor Feri elkap egy pillanatra, mikrofont adunk neked. Milyen a víz? Nagyon szörnyű? Nagyon hideg. Nagyon hideg? Köszönjük, hogy átfogalmaztad, mire ideértél, mert az előbb még azért nem teljesen így fogalmaztad. Köszönöm. De nem az, hogy melegebb a víz, mint a levegő, és akkor az ember melegebbnek érzi? Ez nem igaz, de próbáld meg. Aha. Na mindegy, egy város legelőbb megint megdőlt. Tudod, és a csúszdapart tulajdonos, hogy most megölik, mire kimegy, igen. Nem, a csúszdapart tulajdonos most bent az épület.
tekintetben üvöltözik, hogy ember a vízben, ember a vízben. Szedjétek ki, szedjétek ki. Ja, meg ugrottam, azt nem szabadott volna. Hát ki van írva, igen. Hogy ki de senki nem látta. Nem, abszolút nem. Igen. Itt nem volt kire ráugorjál, azt azért elmondhatjuk. Honnan jöttél? Gyulafi Rátót, Veszprém. Gyulafi Rátót. Oh, Subbase Master is, ugye Gyulafi Rátóti, ugye? Az, de sose láttam még. Lehet, hogy ő egy legenda. Ez nem mondjuk is egy tényleg érdekes. De nem találkoztam még vele soha? Nem. Tök fura, hogy valaki arra építi fel a karrierjét, hogy Gyulafi Rátót, és senki nem találkozott vele a repülésen. Pedig még van is olyan dala, hogy a kocsmába ülnek, érted, hogy ő mi oda megy kenyérért. Mit akarsz tőle? Hagyja dolgozni. Mondja, drága. Szeretnék aláírást, mi? Fényképet. Persze, tényleg tíz után terengni a gyerek. Jövünk, jövünk mindjárt, jó? Csak bemegyünk, mert nagyon hideg van. Jó? Igazi. Tartsatok ki. Tényleg mindjárt jövünk. Nem. Igazából azért kell bemennünk, elmondom, mert nagyon drága a mikrofon, és ez nem ászhat meg. Tehát van egy ilyen... De szánalmas! Van egy ilyen, de hide, ahogy eláll, kijövünk. Jó, kitartás, mindjárt jövünk egyébként. Meg látom kell a monitor. Van egy... Várjál kimentőleg. Balázs, van egy bejövőd. Egy bejövő hívás. Azt hiszem fontos. Friss közlekedési híreink vannak, gyerekek. Na ezért akkor. Na hát egyébként ezért kell bejönni, hiszen azért fontos, hogy ezeket el tudjuk mondani. M7-es 52-es kilométer a belső sávban rommá tört autó a Balaton felé, ez most történt, és elég nagy baleset írták nekünk többen, torlódás van. Ez az M7-es 50-51-es kilométer között van, vagy az M7-esen, és a Balaton felé, ahogy mondtam, helyszínelés még nincs, viszont nagy baleset. Aztán a velencei pihenőnél a Balaton felé a belső sávban áll egy megpördült, törött autó. Ez ugyanaz lehet, nem? Uh-huh. 50-es kilométer Velence, ez az, igen, ugye? A 48-nál van a benzinkút. Ja. Igen, ráadásul hármas kocs és zuhog az eső, úgyhogy mindenki figyeljen. Reptéri gyorsforgalmin a város irányában a kamion parkol, így van, a sofőr elment, ezt ugye te is mondtad. Hát kiszállt, azt mondta, hogy itt már nincs mit tenni, és ott hagyta az autót, de tényleg mondjátok meg nekem őszintén, hogy nem tudja a sofőr, hogy milyen magas az ő kamionja. Ez számomra teljesen felfoghatatlan. Én tudom, hogy sokszor van egy-két sofőr, aki azért elég komoly szellemi kihívásokkal küzdik, még abból a szempontból is, hogy tudja, hogy mi az a rakomány, amit szállít, és hogy az milyen magas. De hogy azért, tehát azt azért minden sofőrnek tudnia kell. Nekem van barátom, akinek fuvarozó cége van, mondta, hogy két hetente bontják le sokszor a sofőrei az Osannak a bejáratát, mert elfelejtik, hogy egy olyan rakomány van fölöttük, ami nem fér. Hát ez honnan, hogy nem tudod? Tudod, hogy mit tudom én, 10,6, 8,6, hogy lapos a gumi? Lapos a gumi átfér. Leengedett a gumi, hogy átfér. Ez számomra teljesen felfoghatatlan. Hát ezek azért nagyjából én egyen magasságok, nem? Te tudod, hogy a te autód milyen magas, nyilván minden nap más fuvarra ülsz fel, az is lehet, tehát megkérdezed, hogy Józsi, milyen magas a kocsi, elmondják, és akkor utána azt, hogy fejben tartod, vagy nem figyelsz erre, vagy hogy a fenébe szorulnak? Szerintem itt tépelődik magába, hogy 50 km körbe, vagy hátha. És a hátha nyer. És akkor nem a hátha nyer. És akkor inkább a hátát bevállalja? Igen. Az nincs ez a lelógatott láncok, vagy lelógatott ilyen műanyag valamik, tudod, ez a magasságkorlátozó kapu, amikor mész, már kilométerrel előtte ott van, és így akkor van. Elkezdi verni a kamion tetejét, akkor tudod, hogy nem fog átférni. Így van, ott vannak ezek a kapuk. Ha azon átférsz, beférsz a híd alá. Ha azon nem férti át, állj meg. Ugye? Igen, vagy kerüld el, vagy old meg. Ez nem annyira bonyolult, mégse értem. Az nincs, a Feri egynél, hogy jössz be. A kapu? Aha. A gyorsforgalmi? Igen, igen. De volt egy ilyen fehér és ilyen piros. Az, és ilyen piros mackok lógnak le róla, ha az elkezdi csapkodni a homlokodat, vagy a szélvédőt, akkor nem fogsz átférni. De hát van, akinek ez is kevés. Szerintem ki kéne írni, amikor például mondjuk ott Kőbányán, ott a híthoz közeledik, akkor kellene rá egy nagy felirat, hogy ne próbáld meg rideg anyag. Nem te vagy az erősebb. Na, ha már szójátékok, kérdezi Gary Golföt, hogy milyen az idő, Balázs? Borussia Dortmund. Aha. Beteg, de jó. Milyen az idő, Borús? Szia, Dor. Na gyerekek, egy érdekes összesítést csinált az egyik internetes portál, az Index. És összeszedték azokat a jeleket, amiből az ember tudhatja, hogy ő már túl öreg egy fesztiválhoz. Én nem tudom, ezt kiírta, de hogy vagy sokat fesztiválozik, vagy rájött, hogy valójában megöregedett, és ezt fesztiválok közepette ismerte föl önmagáról, ez egészen biztos, mert hogy ez az összeállítás, ez több mint zseniális. Mi nem szoktunk ilyen interneten keringő 10 pontos összeállításokat felolvasni, mert meglehetősen nagy rádiós közhelynek tartjuk, hogy a 10 jel, meg a 10 pont, meg az 5 legdurvább, meg az 5 legkevésbé, nem tudom mi. De ez a 11, vagy 12, vagy 13 pont, amit összeszedett, ezeket elolvastam, és rájöttem, hogy rettenetesen megöregettem. Rettenetesen megöregettem.
Jó, tehát, hogy nem nekünk kell szólni. Hát még ha látnád Lady Gagának azt a kopaszfoltot a fejét tetején, akkor lehajolt. Ugye 13 jel, ami arról szól, hogy túl öregek vagyunk a fesztiválhoz. Ugye sokan, akik mondjuk 40-50 évesek, kimennek egy-egy koncertre, de már nem úgy reagálnak dolgokra, már nem azt érzik, már nem az van bennük, már nem álló jegyet vesznek, nem oda mennek, megpróbálnak az egészből kimaradni, de ezek csak bizonyos érzetek. Na most az Index összetette, hogy tulajdonképpen mi az, amit te fesztivál közben érzel. Érezted már magadon egyszer-egyszer, hogy ez most így túl sok, vagy nem? Ne vagy rám már... nézzél, kiment kiülő jeggyel az Iron Maidenre. Hagyjad már, ne engem kóstolgass, én mindig elsősoros vagyok. Igaz, nem látsz. Az van, hogy én a családdal voltam kint, de szerintem lennének arra utaló jelek, hogy már ez is öreg vagyok. Például, amikor két pohár piával adom egy csajhoz, és azt mondom neki, hogy szia, csókolom! Na, jó van, akkor mind a kettő az enyém. Na, nézzük egy-két pontot, ami egyébként tényleg szenzációs. Azt írja, hogy ugye dolgozó emberként mész el a fesztiválra, dolgozó ember vagy, ezért lenne arra pénzed, hogy annyit igyál, amennyit csak akarsz. Ehhez vagy nincs kedved, vagy nem bírod, vagy egyszerűen már nem tudsz eleget inni, és ez abszolút tipikus. Abszolút tipikus. Amikor tényleg nagyon berúghatnál, tényleg van pénz a zsebedben, de azt mondod, hogy már holnap kelsz, nem? Már nincs kedved, már elég lesz. Ne ígyunk annyit. Ezt egyszer érezni fogja Feri is. Most én ezt egyszer valamikor még. Ilyen nincs. Ilyen. Következő pont, teljesen tipikus. Mindenki magára ismer. A koncerteken állva hirtelen zavarni kezd, hogy mindig mindenki pont arra felé akar elvonulni, ahol te békésen élveznéd a koncert. Na ez igaz. Ez igaz. És rohadjak meg, hogy mindig az van, hogy ott van melletted 2 méterre egy akkora rés a falban, ahol az elefántot tudnának kibejárni, ha vonának a koncerten. Tényleg így van. És odajön, és ott állsz a pároddal, vagy a haveroddal, és könyökkel, igen, meg izével vállal töri át miért magát. Nem mész arrébb? Miért nem, igen, tudsz arrébb menni? Tavaly voltunk Ákos koncerten a Szigeten, 8 helyre álltam át, mert megőrültem attól, hogy minden valaki ott liheg a nyakam, hogy Ákos! Ákos! De is szerinte egy gyerekeink együtt! Szóval tesó, beörülök, mennyi előre, perc, csináld, semmi baj, így hagyj unjam meg a kis fröccsömet, hadd álljak itt a feleségem, meg a barátom. Hallod, figyelj, ott balra tőlem, ott 40 méter indul a banzáj, takarodjál már ott. Ákos! Teljesen tipikus. Arrébb mész kicsit, hátul vagy, mert hogy nézed a fiatalokat, jaj, arra gondolsz, nehogy baj legyen, jaj, csak az anyja megtalálja, hogy valamelyiket megkívánja. Ja, igen, ezt is elkapnám. Szóval, hogy igen, ez egy abszolút tipikus pont. De én vagyok a hülye, hogy a koncertre kellett dalok miatt megyek ki? Már hosszú évek óta, tehát mert meg akarom hallgatni ezeket a dalokat nyugodtan. Az egyébként fura gusztus, mert a koncert látogató, a koncert egynegyedénél szétüti magát, és semmire nem emlékszik. Nem vagy hülye, csak amikor már tényleg nagyon nyugodtan akarod hallgatni, és idegesít, hogy meglöknek, kicsit arrébb állnál, már megint arrébb mész, már nézed az órádat. Ezek nagyon-nagyon tipikus jelek. 16 évesen pogóztam utoljára, most már nem megyek be a darálóba. Persze, akkor is kidobtak a büféig. Persze, de nem arról szól ez, hogy be kell menni, csak hogy már kicsit nem jó sehol állni, nem? Hogy mindig arrébb akarsz állni. Ha valaki a tömeg tetején úszva közeledik feléd, ez az újabb pont, az első gondolatod az, hogy Jézus, csak nehogy erre jöjjön. Igen. Meg kell fogni. Jaj, baj lesz. Jaj. Amikor engem látnak a tömegben, akkor az aki úszik, azt mondja, hogy Jézus, csak nehogy Jani felé küldje. Nagyon jó. 6-os pont. Abszolút tipikus. Ha elered az eső, ugye, hát a szegény füredélyek ezt most érzik, akkor nem a pólódat letépve rohansz ki táncolni a sárba, ugye, teljesen jó, hanem vagy felveszed a gondosan bekészített esőkabátodat, vagy fejdveszve menekülsz a legközelebbi sátorponyva alá. Vagy hazamész. Tök tipikus. Esik? Á, menjünk. Üljünk be. Nem jó ez. Szeretem, de igen, menjünk innen. Régen kamaszként innél csak milyen jó. Esett az eső, lekapolt, méz, vizes, pólóle, egy szákatjába rohansz daggonyázni a sárba. Igen. 7-es pont. Szenzációs. Ha az esőben szétázott vizes pólós lányokat látsz, vagy őket látod és figyeled, az első gondolatod nem a szex, hanem hogy a kis hülyék meg fognak fázni. Itt még én nem tartok, érdekes. Itt még valahogy nem. Jártam már így. Aha. Az a durva. Kicsikén, vegyél föl valamit. Gyere, betakarta. Gyere. Betakartam. De nem tényleg, hogy jaj Istenem, nehogy baj legyen, tudod? Aha, hát ha férfi, hogy erre gondolsz, ha viszont nő, akkor arra, hogy na majd az első gyerek után neked is megereszkedik. Na de, az is egy tipikus fesztivál játsz, mikor meglátsz egy gyomellű nőt, azt mondod, persze, benne, majd szülés után megnézem, ugye? Ez a női öregedés, ugye nőjjel. Na azt mondod, milyen szép formás mehanál, na majd, ha lesz neki kettő. Nem fogsz itt ugrabugrálni majd egy szál pólóba majd. Így van. Na. Azt mondja, hogy 8-as pont. Zseniális. Míg régebben idegesítettek a koncerteken körülötted smároló párok,
most nosztalgiával és enyhén fátyoló szemekkel figyeled a szerelem és a kibontakozó csodát a fogszabályozós tini között. Vagyis nem irigykedsz, hanem már azt mondta, hogy De szép, de szép. Még én is. De szép. Bár csak nekem is lett volna fogszabályozó. Bár csak kevesebb sört nyitottam volna ki szájjal. Igen, nagyon jó. Ez van egy-kettő, ami nem annyira erős, de ez is nagyon jó. Korábban soha nem tűnt fel neked a körülötted állók életkora. Ezt például figyeli az ember, ez is jó szerintem. Hány évesek vannak hány itt? Éves, idős van. Fiatal. Igen. Nem, ezt ők figyelik, hogy mit keres itt a tata. Jó, már arré. Így van. Lökjétek már arrébb az öreget, még baja lesz. Igen. Nem vágyakozva csorgó nyállal mész végig a büfésoron, hanem ha éhes vagy, akkor eszel. Tök egyértelmű, nem? Tehát nincs ez a mit egyek, hogy éhes, hogy odamész, eszel. Tudjátok, mi van, hogy én azt vettem észre, hogy, hogy gyakorlatilag ez egy nagyon fontos momentuma az ilyen kis koncertezéseknek. Tele van a poci, ettél, ittál, minden megvan. Amikor meg ott voltál 10 évesen, meg 20 évesen, rohadtul nem érdekelt. Megkaptál valamit, ha volt, ha meg nem, akkor meg egyszerűen éhesen, és egyszerűen nem foglalkoztál vele, fel se tűnt. Most meg, amikor megkordul a kis hasad, abban a pillanatban, jaj, éhes vagyok, ezt a számot most kihagyom, kimegyek a büféhez. Jó, meg hát azért azt ne felejtsük el, hogy még 16-18-20 évesen még ugye választanod kellett, hogy veszel-e egy boroskólát, vagy egy szendvicset, mert csak az egyikre futottál. Akkor boroskóla. Azt akkor inkább a boroskóla, amiben olyan bor volt, hogy a kóla volt a drágább. Igen. Hát így van. Hát és ugye ilyenkor már ugye az ember... Hát, hogy ez előkerül? Így van, ilyenkorban azért már meggondolja az ember. Ilyenkorban az ember már azért nem úgy megy oda, hogy fölfaj a pultot, csak megnézegeted, hogy mi van, odamész, eszel, vége van. Hát de most őszintén, hát ilyen dolog lenne már, hogyha esetleg így 40-esen. 12-es pont is nagyon jó, nem sajdul bele a szíved, ha alkoholmentes italra kell kiadnod a pénzt, teljesen tipikus, nem sajnálod már úgy, mint régen. Igen, vezetsz, tudod, ígyunk egy Virgin Mojitot, valamit, nincs már akkora baj. És a 13-as pont, mint záró, akkor ez már a lefekvésre vonatkozik. Amikor elérkezik a lefekvésed szokásos ideje, hirtelen kontrollálatlan álmosság jön rád, és képes vagy elaludni a legdurvább reszelős partiszon közepén is. Ez is igaz egyébként. Már koncerten nem aludtam el. De rá van az a éjfélkor egykor felbukkanó ilyen nyomasztó fáradtság, nem? Amikor azt nem vagy most ágyba 10 percen belül, akkor szó nélkül ütni vágni kezdesz mindenkit magad körül. Jó a buli, de jó. Biztos jönnek még. Igen, de menjünk majd haza. Majd egy-két év múlva jön még az a Robi, menjünk haza. Igen, és elképzeled az ágyad, és azt mondta, igen. Itt a vége. Mi öregszünk, akkor ez mit jelent? Ez már egy ilyenkor, vagy... Hát ez igen, így ez már egy ilyen időszak az ember életében. Elkezdtünk szépen lassan megöregedni. Na jó, de hát azért az ember próbálja magát fiatalon tartani, akkor azért nincs baj, de ezek már apró kicsi jelek. Most nem? Gondolj bele a tavalyi szigetbe, kint voltatok ti is. Elég sokat, igen. Mi is kint voltunk, hogy másképp mentél már. Én is otthon voltam, korán feküdtem. Jó, hát te nem jársz a szigetre, de mi ketten ugye voltunk külön-külön párjainkkal, és mész ki, és már én például arra gondolok most, hogy ott az indiai soron van egy ilyen világkonyha, és van az indiai kis kenyér, és azt csinálják. Vagy már a krisnás csajokat is elkapnak. Hát azt már az régen, de most nem. Hogy abból a fokhagymás milyen jó lesz, és most akarok megint enni. Igen, hihetetlen. Érted? Hihetetlen. De hogy nem, hogy erre gondolsz. Hihetetlen nagy kan vagy. Igen. Figyelj, én az egész szigeten tegnap az Ákos koncerten kívül azt vártam, hogy végre fölülhessek az óriás kerékre. Na, látod. Életem legfontosabb pillanat az volt a sziget, hogy jó, értem a koncertet, okay, ígyunk még, hogy menjünk már. Utoljára 12 évesen éreztem. Akkor lehet, hogy fiatalodom? Tehát lehet, hogy elindult egy visszafejlődés, hogy elértem életem zenitét, és újra visszafelé indulok, és újra az óriás kereket várom. Meg ez volt a sejtcsere. Fiatalodnak a sejtjeid. Azt vártam, hogy menjünk, mert be fog zárni az óriás kerék. És megnyugodtam, amikor odaértünk, és láttam, hogy még nem zár be. De akkor mi lesz mondjuk jövőre, vagy 2 évvel, egy 3 éve? Viki, volt a cukor? Hadd menjek ki, fogja egy halácskát, Ékás, hogy ékássátok a jók! Simán egyébként. Ja, gyerekek, itt Füreden egyébként nem esik. Tehát ne higgyétek azt, ti ott az esernyő alatt, drága Morning Show hallgatók, hogy az eső szegények, igen, le a kalappal, komolyan mondom, kitartás. Nagyon kitartóak vagytok, tényleg. Megéri, mert 9:40-kor vézolik a színpadon büntet, de így hogy... Tényleg megéri. És 4:11-kor láthatjátok majd Balást, hogy belül az autójába. Nem, az 10:05-kor lesz. Hihetetlen vagy egyébként, komolyan mondom. Na jó van, hát egyelőre érdemes idejönni, igen, az időjárás nem túl kegyes hozzánk, de nem baj. Szóval tényleg.
ez van ez így, nem? Nem gond, megoldjuk. Éppen most takarják le a mikrofon, vagy a igen, most már nem is hallanak. Az esőtől nem láttatok eddig bennünket, most már nem is hallottok. Gyerekek, talán egyszer volt ilyen egy kitelepülésen, úgyhogy szerencsések vagyunk, Kaposvár. Mi volt, amikor ilyen baromi egy szakadó esőbe voltunk Kaposvár. Kaposváron? Tehát azért, hát illetve Tapolca, ami Tapolca, így legendás így van, volt. De hogy ilyen tényleg ilyen 50-ből 2, tehát ebből a szempontból így szerencsések vagyunk. Fogjuk fel, hogy még az égi sír a meghatottságtól, hogy ma fog fellépni itt V. Zolika. Ha V. Zolika színpadra lép, kisüt a nap. Majd meglátjátok. Aha, vagy nem. Igen, írt még egy-két hallgatónk, és várunk SMS-eket, hogy ki miből érzi egyébként, hogy már nem működnek úgy a fesztiválok, illetve egy kicsit idősödik. Veronika is nagyon jót ír. Arra gondolsz, ha megtudod, hogy a gyereked is úgy viselkedik a koncerten, mint a körülötted álló fiatalok, sehova nem mehet 35 éves koráig, és teljesen tipikus, hogy mész, bulizó fiatalokat látsz, mondjuk tínédzsereket, és arra gondolsz, hogy a saját gyerekedet hogy tudod megóvni ettől, meg kell-e óvni, jó, ha ebbe belemegy, nem megy, mi erről nagyon sokat beszélünk a Vikivel, mikor jönnek, tudod, ilyen literes mohítókat iszogatva fiatalok, hogy 15 évesek, a Beni is úgy fog sétálni. Hogy pár év múlva így van, és már nem vagy arra gondolsz, hogy... arccal a sárban, mint az a fiat. És nem arra gondolsz, hogy én is mennyire meginnék egy ilyen long drinket, egy ilyen izével kannás vödörből, vagy bármiből, hanem te jó Isten, a te gyerek itt is ezt fogja csinálni. Tehát ez abszolút, abszolút az öregedés. Az öregedés hát illetve jelen. Valaki pont az ellenkezőjét érzi, ahogy te. Hogy? Hát, hogy egyre fiatalabb. Körbenézel, és lépte nyomon csecsre kéreckedni, mint a kis dede. Igen. Azt is megértem. Fél nyolcot pontosan, egy perccel. Gyorsan még egy közlekedés, mielőtt híreznénk. Veszprémnél mérik a Fehérvár felé tartókat a szokásos helyen. Ezt Laci küldte nekünk. Ergo kérdezi, hogy hiány az idő Balatonon. Hát, miért hazudjunk? Nem? Alakul. Így jó van, lesz. Így van. Alakul, ez a legjobb szó, alakul az időjárás. Egyre jobb. Egyre jobb, így van. Fél nyolcot pontosan, egy perccel, jövünk a hírek után. Hamarosan folytatódik itt a Klassz FM-en. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Pontosan 3-4-8, jó reggelt kívánunk, és az idő egyre jobb. Azt kell, hogy mondjam, hogy alakul, na, a franc vigyel, hát azért alakul. Azt is, az is jelzi, hogy jobb az idő, az előbb egy ember fürdött, most már kettő így volt van. A medencében. Kettő, abszolút kettő, és ugye mi történik? Fejtsük meg. Lassan esett, ugye? Igen. Egy órája. Most mi történik? Nagyon esik, tehát javul. Miért? Na, ez erre mert kíváncsi a lassú vagy. Esés után jött a gyors. A gyors után megint jön a lassú. De okos tehát vagy, mi történik? Kiderül az ég nem sokára, hiszen most gyorsan esik az eső. Hamarabb kijön. Így van, érted? Hamarabb kijön. Tehát mi történik? Elfogy az eső. És sütni fog a érted? Tehát mi jön utána? A napsütés. De jó logika. Hát, érted? De ha lassú eső sokáig tart. Gyorsan. Lassú eső szemerként nem tudhatod, de ha gyorsan esik, hát utána már nem tud lassan, hiszen elfogy. A kutya mindenségi. Tehát mi történik? Javul az idő. De pozitív vagy. Én mindenben megtalálom a jót. Hát mutass nekem egy gyors esőzés után egy lassút. Mi történik? Uh-huh. Felívelés, szakadás, igen? Napsütés. Szinte látom magam előtt a diagramot. De mit csinálunk? Megyünk bele a jó időbe. De jó. Ugye? Hát nézd meg. Mi jó hír, mennyi hát... pozitív dolog. Illetve nem, mert most jöttem és megnéztem az autódat, nem vízálló a dukkózása. és lehúzva maradt az ablak az oldaladon. Igen. Bekopogtam és odahúzott egy aranyhal. Kösz, hogy megint nem húztad fel az ablakot, Jani, kösz. Úgyhogy tényleg abszolút optimisták lehetünk, nem késő elindulni ide Balatonfüredre, abszolút nem késő, hiszen jön a napsütés, jön a jó idő. Sun City, Annagóra Aquapark, az első 1500 embernek ingyenes, de már nem sokáig. Nem sokáig. Már nem sok van az 1500-ből. Mert nem sok van már az 1500-as helyből. Tessék kiparkodni, még néhány perc, és zárjuk a kapukat. És a viharos erejű szél is arra jó, az meg elfújja bizonyan. A szellőt, vagy így a vérfelő. Így van, hát mutass nekem egy viharos erejű szélnél még viharosabbat. Mi történik utána? Lassulás. Tehát javul az idő, ugye? És esik az eső, víz van mindenhol. Miért meglepő ez egy akvaparkban, nem? Egyáltalán nem mire meglepő. Számítottatok? Sőt, szárazságra. Akvapark? Hát... És egyre inkább?
Így van. Legkitartóbb hallgatóink egyébként összebújva tényleg, mint a vadmalacok, egy ilyen nagyon-nagyon nagy napernyő alá, ami most ugye hát inkább egy ilyen esernyőt szimbolizál. Komolyan mondom, nem tudom, hogy kinek szól ez a nagy szeretet, de elképesztő. Egyre kevésbé neked. De mit adjunk, hogy elmenjetek? Hogy ne fázzatok meg. Én mondtam. Tényleg, ne csináljátok, hát tüdőgyulladást fogtok kapni, komolyan mondom, már kimentünk, aláírtunk, dedikáltunk tényleg mindhárman a szakadó esőben, és nem lehet őket elküldeni. Nem mennek el. Elképesztően elszántak. Komolyan mondom. És tényleg mondom azoknak, akik most ébredztik a gyereket, hogy gyors reggel és irány ide. Jó? Tehát nem várjunk, nehogy elfogjon az 1500 szabad hely, mert fogyunk. Már alig van ezer. Már a szabad helyek fogynak. Úgyhogy tessék sietni. Gyerekek, hát ez van így ezzel, nincs ezzel baj. Most egy kicsit ilyen idő van. Persze, ugye? Mondom egyébként, hogy ha csak a koncerteket nézzük meg, a zenei életet, mindig azok a koncertek legendások, meg mindig azokról beszélnek a legtöbbet, a rajongók is, a technikusok nem, de a rajongók igen. Igen, és a gitár tulajdonos sem elázott a cucc. Igen, de ahol elerett az eső, és valami iszonyatosan kellemes, és nagyon speciális, és nagyon eredeti hangulat lett az eső miatt. Uh-huh. Ugye? Uh-huh. Igen. Igen. Én is keresem, hogy melyik voltam. Még gyúrok. Még ezen a sztorin egy kicsit gyúrok, majd később. De. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy egy internetes honlap összeszedte a 13 jelet, ami arról szól, hogy túl öregek vagyunk a fesztiválokhoz. Szenzációs írás egyébként tényleg. És hallgatóink is írtak, hogy miből érezhetjük még, hogy kicsit kezdünk öregedni, már nem a nagy bulit, már nem a partit keresünk, és nem animál parti arcokként vetjük bele magunkat az első sorba, hanem kicsit öregurasan, szőlőzsírral a zsebben, zsebkendővel felszerelkezve, mint hogy egy hallgató is írja, hátulról figyeljük a bulit, és hogy milyen jelei vannak még. Szőlőzsírral a seggbe. Igen. Igen. Miből veszed észre, hogy öregszel? Ír egy hallgató, a lángososnál egy gyors kalóriaszámlálást végzel, az üdítőn pedig az E betűket keresed, tökéletes összemese annak, amikor már tényleg az ember kicsit öregszel. Én onnan tudom, hogy öregszem, mikor az, hogy megkérdezi, hogy üres a lakás, mit szeretnék este csinálni, akkor a vacsora az első gondolatom, nem pedig az, amire ő gondolt. Írja nekünk egy hallgató. Akkor vagy igazán öreg, ha megkívánsz egy fel annyi idős nőt, vagy férfit, mint te magad, és azt már nem büntetik. Au. Igen, mert ú, gyerekek, már... mennyi 37-nek a fele? 12. Még nem kívántod meg. Ja, de 14 hol? Fölött már nem bünteti. Aha. Mert hogy 18 fölött, akkor már akkor baj vagy. Gyerekek. Igen. Mindig van nálad szőlőzsír és papírzsep, így van, ezt az előbb mondtam, köszönjük szépen. Abból veszed észre, hogy öregszel, amikor a Kossuth Rádióban meghallgatod a híreket. Tényleg. És Istenem, mennyire déli krónika, hányszor szaladok bele, és basszus, nem kapcsolok el. Nem már úgy érdekel. Meghallgatom, hozzászóló és szakértő. És ugyanez történik a déli nótaszónál. Igen. Sajnos, és együtt dalolod. Sajnos már nem Cigány György, aki kérdez, és aki válasz a Horváth Arakka. Emlékeztek? Igen. Felismerhetetlen betét valamelyik, nem tudom, Wagnerből. És amikor azt mondja a játékos, hogy Horváth Arakka, Aranka, az osztálytárs. A volt osztálytársam általános. Ilyen öreg a hangja. Igen, játszik fura. A rádióban. Szóval gyerekek, tényleg, sajnos ez így van. Igen, ha jó a fesztivál, és ha kicsit öregszel közben, inkább kimész kocsival, és nem iszol, mint hogy gyalogolj, és vonattal menjél haza. Miki írja, és zseniálisan fogja meg, mennyire tipikus. Igyak, vagy menjek autóval? Menjek autóval. Nem iszom. Ugye? Na, mert akkor majd macera lesz, rosszul lesz, el kell gyalogolni, a vonat kényelmetlen. 5 éve valaki ilyet kérdezett, hogy iszol, vagy ezért hülye vagy? Hát persze, hogy iszom. Most már, figyelj, nem tudom, holnap korán kellek, asszony, gyerek, kell a gyerek, ígyunk valamit, azt menjünk haza kocsival. Ugye? Annyira tipikus. Vagy ígyunk nagyon sokat, hogy felejtsük el ezt a holnapot. Igen. A gyereket. És akkor akkor van ebben még egy kör, mi is ezt játszik a barátaimmal, hogy akkor van ebben még egy kör, figyelj, aludj nálam. Ne. Sofőrszolgálat. Az is. Sofőrszolgálat. Sokat kell várni egy óra. Hagyjuk, ígyunk valami szénsavasat. Ezt menjünk haza. és rájössz, hogy te jó Isten, amikor ezeket így kimondod, igen. Az idei Volton 6 napból 4-szer fürödtem. Ez több, mint sok öregszem. A szexectionben már nem vennének be. Egyébként ez is így van. Igen, a mindennapi igény a tisztálkodás felé az már egyfajta öregedési jel. Hogy ma és meleg igen. Vízben. Basszus, ma megint lezuhanyoznék. De miért? Tegnap is zuhanyoztam. Mi van velem? Öregszem? Annyira tipikus, igen. Én abból vettem észre, hogy öregszem, hogy a ZP-ben, a Deák Bill Gyula koncerten zavar a hangos zene. Billy bácsi, jó nő, de nem ilyen hangosan. Adi, de drága vagy. Kerjétek lejjebb. Adi, de drága vagy, és mennyire tudom. Ott vagy, buliznál, nézed a többieket, hangos a zene.
Én nem, ülök otthon a kedves sorozatommal. Minek ez a ricsaj? Minek ez a vircsaft? AC/DC, a világ leghangosabb rockzenekara? Hát kell ez nekem. Igen, csak azt hallom, hogy hangos a zene a koncerten, nagyon tipikus, így van. Balázs, ti ilyen időben is szuper műsort tudtok csinálni, illetve kérem, nyomjátok le Ákostól a hiének volt funkció. Gyerekek, beszéljünk majd a hírek alatt a koncertről, mármint, hogy szóljunk el a Tibinek, mert ha jó fejek vagyunk, kiszúrásból nem mondjuk meg, de itt most 10 órakor valaki színpadra állni, az szerintem meglehetősen állítani, meglehetősen nagy kiszúrás, és ugye a hallgatóink is tudják, hogy esetleg ne várjanak, mert szerintem ez lehet, hogy kivennénk az esőnapot már, mint ami a koncerteket illeti, mert ugye toljuk 10-ig, de hogy itt egy válságstábot tartsunk, mert azért ide most fölzavarni valakit. Ha korrektek vagyunk, akkor 3-4-10-kor szólunk a Tibinek, mikor már Pestről leér. Jó, várjuk meg, most 8 óra van, nagyjából most van a régi Osztyapenkonál, még ne. Gyere Tibi, javul az időtüdet, gyere, nyomjad neki. Én ragaszkodnék a Tibi koncertjéhez. Csomó embernek megígértem ki. Jó. Egyet nem engedek, hogy elmaradjon. Vézolika. Bármilyen áron, ha kell innen a stúdióból, kell én tartom neki az esernyőt, de hogy 9:45-kor ő elnyomja a Balatont, úgyhogy ez kimegy adásba, és hallhatja egy ország, az egész biztos. Az nem marad el. Zolika nem veheti ki az esőnapot. Nincs olyan, hogy történelemírás elmarad eső miatt. Így van. Nagyon szép gondolat. Így van. Az nem maradhat el. Úgyhogy vézolik a 9:45-kor, bármi történjék itt Füreden. Egyébként egyre jobban javul az idő. Aki itt van, az tudja, hogy óriási, az hazudok. Szóval, hogy az nem maradhat el. Vézolikának egyszerűen itt kell lenni. Jó, úgyhogy játszunk, köszönjük szépen az SMS-eket, drágák vagytok, hogy ennyien írtatok nekünk, mi pedig Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint útolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafan csalogányai. Igen, Geri írja, amit én is megerősítettem. A Déli Krónika még csak hagyján, de utána ott is ragadt az MR1-en. És gyerekek, tényleg ez van, hogy hallok valami szakértőt, olyan műsor, és ott maradok. 3 éve vagy 5 éve mi lenne? Azonnali elkapcsolási faktor, nem? De most már ott marad az ember néha. Hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello, édesem, te is fázol kicsit, ugye? Ha, nem. Na, igen. Ha. Saját erről közül vagy, kaptad tőlünk? Enyém. Ilyen? Jó, akkor felkészültél. Igen. És nem is játszani akar, csak átmászott a kordonon, mert látta, hogy ez fedett hely. Igen, már nagyon fáztunk. Igen, és itt már bent annyira melegünk van, hogy lekapcsoltuk a klímát. Ja, Istenem, ide jöttetek, vagy a másik oldalról jöttetek át, vagy éppen nyaraltok? Fűzfőről jöttünk. Fűzfőről? Mit csináltok? Igen, csak miattatok. Te rendesek vagy. Hát nyaralni köszön. Jöttünk le, de aztán... De nem úgy sikerült. Igen, családi Szabit vettetek ki? Mm. Családi Szabit. Mindenki család? Hát család, barátok, mindenki. És meddig maradtok? Hát elvileg vasárnapig, de hogyha így folytatódik, akkor ma már megyünk haza. De ne menjetek. Egyrészt ugye, hát tudjuk, hogyha gyorsan esik az eső, utána lassulás jön. Ugye nem szabad elfejteni. Holnapra egyébként 24 fokot mondanak, ezt tök komoly, megnéztük. Ma nem nagyon lesz jó idő, legyünk őszintén, de holnap erős javulásába. Nem fog, csak neked az lesz a dolgot, hogy most a tüdőgyulladás miatt majd, amit összekapsz a füredi kórházban fekszel. Nézzük a pozitív oldalát a dolognak, nem kell legyalogolni a partig, bárhol lehet vizes. Igen. Ebből is észreveszi az ember, hogy öregszik, igen, tényleg egy ilyennek is örültél. Ma már álljunk haza, esik az eső, tényleg. Henny, ugye? Jól mondom. Igen. Henny, jól van. Meg se kínáltunk, hidegülítő, fagylalt. Kettőt kérek mindenből. Mi a foglalkozásod, Henny, mit csinálsz? Hát, az mindegy. Ó, innentől kezdve kezd el érdekelni igazán a dolog. Amikor megkérdezték velem, hogy mi akarok lenni, én évekig ezt mondtam. Fegyvernő vagy kábítószer? Egyszerű mind a három. Hát az jól van. Akkor az olyan, mint van egy gangsta klip. Igen. Jó van, Henny, nem akarod elmondani, nem kell, nem zaklatunk ezzel. Mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, figyelj. Traktor. Vagy nem, mi ez? Motorcsóna. Ez. Jönnek át a Sandról. Jönnek a Sandról meglátogatni minket. Elindultak a túloldalról. A motorcsónakoznak, berántották és most hasítanak. Ez az lehet akár. Igen. Jó, figyelj, Henny, mutatjuk az éneket. Egy rövid kis részletet fogsz hallani. Zsül, hangsúlyozom, rövid kis részletet. Ez aztán tényleg rövid volt. Ez igen, de megfejthető. Szerintem be fog ugrani. Mutassuk még egyszer, figyelj. Nem az, amire gondoltam. Nekem egy magyar előadó jutott eszembe, de szerintem ez nem az. És aztán már, ahogy hallottam a folytatást, biztos, hogy... Ákos!
Most miért vagy ilyen? Miért, hogy miért kell ilyennek lenni? Mire gondolsz, amikor mereven kibámulsz az ablakunkon? Hogy tudok így, hogy tudok-e szájról olvasni? Nem, igen, hogy el van kurva a hétvégén. Oda a családi szabadság. Mutassunk hosszabb részletet, Henny? Mutatunk hosszabb részletet. Ha ebből sem megy, akkor tényleg ott nagyon súgnak. Próbáld közben leolvasni. Jó, figyelj! Na 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 na. Jézus, ez micsoda? Atya úristen, akik eddig súgtak, már ők is elhallgattak. Igen, bizonytalanok. Az érted, az. Mi? Mi? De mit mondasz? Várj, mit mondtok? Micsoda? Kokodzsambó! Kokodzsambó! Az a gyerek ki óriás, elkapik a seggedet! Zöld pólóban mit mondasz? Te is kokodzsambót mondtál? Gyere ki nagy darab, jó megverünk! Micsoda? Mit mondtál? Mit mondta Henny? Na, mit mondta? Nyelvte Afrikát. Ne viccél! Kokodzsió! De mindegy, beletrafáltál, ez a lényeg. Hú, de jó vagyok. Nagyon jó vagy, Henny, tök nem jó csak vagy. Mondom, hogy ők mondták, de értelek. Nagyon jó vagy, Henny. Figyelj, egyrészt azért, mert ilyen idő van, abszolút, vagy ő is mondhatnám, egyrészt azért, mert ilyen idő van. Ezért neked adjuk János esernyőjét. Így van, kettő, hogy aki velünk ezen a napon játszik, az teljes fullos ajándékcsomagot kap. Jani még a macs bérletét és a MOL kuponjait mindent belepakozni. Nézd, a Feri telefon. Tedd be azt is. Jani, a kocsi kulcsot hozhatod. Henny, kitartás, jobb idő lesz, jó? Köszönöm. Szerintem holnap. Köszi, hogy játszottunk meg. Köszi, hogy itt vagytok ilyen időben. Köszönöm, nektek, drágák is vagytok. Puszi, ciao, hello. Jól van. Na, Feri, vedd le róla a töröl között, az a miénk. Igen, de. És lökjétek ki az esőre. Drága balatonfüredi hallgatóink. Ja, hogy milyen vizes a kabátot, közben még Henny azt mutatja. Igen, nagyon, tényleg durva. Tényleg durva egyébként, és a táska is vizes. Jó, most egy kicsit azért japukaként csezd le, ugye kellett volna hozni esőkabátot. Meg ne fázzál, kislányom. Kimegyek, azt megbüntetlek. Szóval, tudom, hogy nem voltatok sokan egyébként, akik vártátok a Tibit, de annak a néhány... De annak a néhány embernek mondom, hogy Tibi is kiveszi az esőnapot, tehát aki esetleg rávárt, tudom, hogy elenyésző tényleg. Meg a következő karácsonykor úgy is találkoztok, hiszen családtagok vagytok mi. Jó, elmaradnak ma itt a koncertek, de nem a Sun City-ben. Nagyon így fontos, van, hogy nem a 17:30 kezdődő Sun City, mert az erősen időjárás függő, de ma a Kassa Tibi itt 10 órakor nem valószínű, hogy színpadra áll. Ennyi esőt még az alsó ajka se tud elnyelni. Úgyhogy, úgyhogy hiába is. Pedig abban azért megfordul. 360 fokos fordulatot tud csinálni benne egy versenykatamarán. Így van, mire elénekelni a hullott csillagot, hata már bemászhatnátok és fürödhetnétek. Az a baj, hogyha ő ilyen időben... Ha ő ilyen időben, ilyen szakad esőben énekel, egyből meg is fullad, úgyhogy... Úgyhogy a nagy esőzésre való tekintettel egyébként Tibit lefújtuk. Bocsánat, hello! Henny! Hello! Hello! Csak az ajándék kellett, és itt hagysz bennünket! El is mentél? Áruló! Áruló! Kapjátok el! Vegyétek el! Zárjátok be a kiáratot! Jól van, na, javul az idő, tényleg érdemes idejönni, nem sokára zárjuk a kapukat, az első 1500 ember jöhet be csak ingyen, úgyhogy még nem késő, jó? Nem késő, kint már nagy a verekedés, úgyhogy tessék kiparkodni, tessék sietni, most lehet csúszni a kék csúszdán, nem kell sokat várni. Tényleg? Miért a rosszat nézzük? Nézzük a jó oldalát, basszus, milyen negatívak vagytok. Nem kell sorda állni a zöld csúszdán, a fene vigyel. Hát ez a pozitív hozzáállás. Nézd meg, látod? És a gyep is egyre zöldebb. 8 óra múlt 2 perccel jövünk a hírek után. Morning Show. Minden hétköznap reggel 6-tól. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Hamarosan folytatódik. És kidett az ágy, ha már a csapdered hangzik a szád. A szuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a meló van, majd csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, lehetsz már kor előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyet,
Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 4:09 múlt pontosan, 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Balatonfüred. Sziasztok, Fürediek. Hello. Sziasztok. Jó reggel. Több száz kéz a magasban. Az mindenki együtt. Mind segélykiáltás, mert ők már fagyottak. Igen. Itt vagyunk Balatonfüreden, az Annagora Aquaparkban, és hát percek kérdése. Percek kérdése, és tényleg bezárjuk a kapukat, úgyhogy érdemes jönni, lassan betelik az 1500 hely, úgyhogy érdemes ijedni. A kasszatépi koncert viszont elmarad, erről ugye beszéltünk, ha valaki ezért indult volna el, ne tegye, mert picit esősre fordult az idő, de mondom, hogy ott már világosodik az ég, és ez tök komoly. Így van. Viszont nem mertük bevállalni leginkább egyébként Tibi érdekében a koncertet, úgyhogy a 10-es kasszatépi koncert elmarad. Hogy hiány lesz az idő délután, azt egyelőre nem tudjuk, de az biztos, hogy 15 óra akkor ugye elvileg hiány lépett volna a színpadra, de szerintem ő egy hiány lány, ő eljönni akkor is, ha rossz idő van, úgyhogy ilyen egy ilyen lány, nem? Hát ennyi egyébként, és szerintem azért érdemes nagyon idejönni az Annagora Aquaparkba, mert hiennek az Annagora Aquaparkot nem láthatjátok, mint most, amikor jó idő van. Így mert van. Csak bent lehet lenni. Ilyen jól beszélsz egyébként, abszolút, mindig meglepődök, hogy ilyen jól beszélsz. Miért te most hogy néz ki belülről ez az épület? Hogy ilyen szép? Az nem, viszont azt láttam, hogy az előbb bementek hárman a medencébe, és hogy mennyire rendes egyébként az aquapark. Beesett valami jó. Egyrészt igen, megpróbálták kiszedni, hogy az aquapark alkalmazottai mennyire figyelnek, most ezt képzeld el, hihetetlen, hogy bementek három, és abban a pillanatban rányomtak a hullámgombra. Tehát ők azt mondták, ott ülnek, nézik a medencét, hopp, valaki bemegy, már nyomják a hullámgombot. Nem lehet, hogy csak meghibásodott a eső miatt, igen, az áram ellátás. Vagy befújt a passzacél oldalról. Vagy Feri tüsszentett egyet a medence partján. Köszre! Eztek hullámozatag. És megjelentek a szörfösök is rögtön. Hawaii! Nem, azt gondolja az ember, hogy ilyenkor tudod, az alkalmazottak elmennek, isznak egy forró teát valahol, ültökélnek, de abban a pillanatban, hogy látták, hogy kettőnél több ember van a medencében, sőt, mint nem kettőnél, valaki bement, abban a pillanatban indítsd a hullámgombot, Józsi, és Józsi néni elindította a hullámgombot azonnal. Tehát, hogy döbbenet, tényleg. Annyira profik, hogy ez valami elképesztő. Majd Józsi néninek bemutat bennünket. Józsi néni abszolút kedves. És csak mondom, hogy az egyébként ugye a Klasznyarakról készül videóösszeállítás is, operatőr kolléga, ugye azért nem akármi, így három van. Nagyon helyes, nagyon kedves, nagyon mosolygos tínédzser fiút üldözött a hullámban. Picit fura volt látva azt a kis... Rajta, hogy szakmája szerelmese, vagy egy másik vonalomhoz. Hogy otthonra lesz. Érdekes volt nézni ezt az önfelett csobanást, hogy üldözött a tínédzser srácokat, de kellettek a vágóképek, és hát ha nincsenek csajokról vágóképek, akkor lesz három tínédzser fiúról. Így van, és hallottuk, hogy beszűrődött egyébként a féling tajtón keresztül, hogy és most 20 hónapra nélkül, most... Igen. Írja nekünk egy hallgató, ne aggódjatok, ilyen időben a nav is kisüt. Egyre durvább. Egyre durvább. Balázs, egyszerűen nem várhatsz tovább, mert most jött el a te időt, hogy megalapítsd a hientológiai egyházat. Ternyák Peti küldte nekünk Kőszegről, köszönjük szépen. Bali, Elmiki mit csinál ilyen időben? Hát szerintem alszik, készül és lemondja az összes koncertjét, nem? És nem lehet ilyen időben próbáld menteni a menthetőt. Még ő sem annyira kemény, hogy abszolút ugyanazt csinálj, mint hétközben. Tényleg, nézzük már meg. Biztos, hogy nem. Nézzük már meg. És nem! Bam, bam. Ő megállíthatatlan. Egyszerűen ilyen döbbenetes, tényleg. A buli király. A buli király, így van. Gyorsan egy-két közlekedési ír, elmúlt már a gyorsforgalmin a dugó, kiszabadult a kamion, vagy tényleg, ahogy Feri mondta, leeresztették a kerekét, és tovább tolták, nem tudjuk, minden esetre ott már nincs dugó a gyorsforgalmin. Megszűnt a torlódás az M7-esen is, az 51-es kilométernél Almas Zsolti küldte nekünk, gyorsforgalmi jó, igen, ezt mondtam. Szentkirály Szabadjánál autó az árokban, egy sávon halad csak a forgalom, üzeni Totya, valamint 73-as főút 8-as kilométerénél lerobbant Skodát próbálnak menteni. Itt vagyok nálatok, Füreden, üdv könyves Nándi. Itt vagy, Nándi? Hol vagy? Hello, Nándi! Hello, te vagy könyves vagyok. Nándi! Szia! Hello, Nándi! Mindig örülünk, amikor úgynevezett törzshallgatókkal találkozunk, mert nem tudjuk őket elképzelni. Hello, Nándi! Te is sokszor érztekünk. Neked is csalódás? Sokszor érztekünk közlekedési SMS-t, örülünk, hogy itt vagy. Veszprémnél mérik a Fehérvár felé tartókat, a szokásos helyen ezt Laci küldte nekünk, és igen, tulajdonképpen mindent elmondtam. Na, gyerekek, kaptunk még a múlt héten, ezt akartam nektek mutatni, békákat, és... Nekem van otthon. Igen, de elküldték nekünk a vízilabda EB kabala figuráját.
valaki szájjal tervezte? Szerintem lábbal festették. De hát okay, gömb ugye a labda maga. Igen. És abból csináltak egy békát, és piros-fehér-zöldre. Így van festve. Ez az alapkoncepció van, hogy egy vízilabda van, ezt mondjuk egyébként nem jöttem volna rá, ezt most nem mondod el, de tényleg így van, hogy ez, most jöttem rá, ez egy vízilabda, és a vízilabdának nőtt keze, szeme, és a piros-fehér-zöld, ugye a magyar zászló szimbolizálja, a vízilabda elbi 2011 Budapest. Itt találtuk volna. Az volt az egyetlen. Nem én, azt hiszem, hogy bevérzek a szeme. Itt tartod, akkor meg azt mondja, hogy hajrá, Itali, érted? Bevérzett a szeme, igen. Szóval nagyon drágák, hogy ezt elküldték. Nagyon kedvesek, nagyon helyesek. Szurkolunk nekik, hajrá srácok. Más téma? Az van egyébként, csak mondom nektek, hogy a magyar közösség érdeklődését bizonyítsam, hogy már nem lehet kapni a vízilabda EB-re egy darab jegyet sem. És kiárulták őket? De azt hiszem igen. Nem, valaki lenyúlt a székháznak a pénztáról, hogy azt hitt, hogy Erzsébet utalmást. Így hát a csajok imádják a vízilabdát, meg a pasik is, meg egy olyan sport, ahol sikeresek vagyunk. Sajnos nem igazán az a sport, ami világviszonylatban olyan nagyon-nagyon számít, és olyan nagyon sok milliót hoz. Abban azért annyira nem vagyunk jók, de hát a vízilabda az nemzetünk büszkesége ez a sport. Úgyhogy... Csak mondom nektek, hogy abból is látszik, hogy nők azok, akik elsősorban látogatják a vízilabda meccseket, hogy akkor van a legnagyobb sika és taps, amikor egy játékos lecserél. Igen, és kijön a víz, kiemel. Igen, sikítozás van, nem? Tényleg? Imádják őket. A vízilabdás pasik azok olyan férfiasak, de a vízilabdás csajok azok viszont nagyon nagyok. Nagyon hát nagyok. Azért én voltam ki női vízilabda mérkőzésen. Jó, de mit gondolsz, a sport miatt ment ki a Feri? De ami nekem nagy, az neked szabad szemben még nem is látható. Az mondjuk tehát, igaz, hogy... de hogy nem, hogy nem úgy volt nagy, ahogy gondolod, nem egy súlyemelő alkat, azért ott van, jó, egy kis válluk van. Van. De azért... Így van, ahol te harangozol, ott Feri már sziszeny. Na, és hát, hogy abszolút stílszerűek legyünk, ha már vihar, ha már víz, hívjuk Benedek Tibort, a Férfi Vízi Labda Szövetségi kapitányát, hogy megkérdezzük a vízilabda Európa bajnokságról. Mesélj erről a sportról, a szabályokról. És mit kell csinálni? Mi lesz a rendezvény? Drága Anna, ha visszajöttél a kakilásból, akkor hívj már fel, légy szíves a... Hogyan alázzuk meg értünk dolgozó kollégáinkkal? Vagy ha nagy a baj, vigyél ki magaddal egy mobilpultot. Hív léci nekünk a Benedek Tibit, hogy egy kicsit tudjuk őt is buzdítani. És hát én olvasom a különböző szövetségi kapitányok nyilatkozatait a VB-ről. A Hollandia szövetségi kapitány, ugye a Scolari, Brazília, Németország, a Joachim Löwöt, és mindenki más terápiát folytat a játékosait illetően. Ugye van, aki a szexterápiában hisz, van, aki abban hisz, hogy ugye meg kell vonni a fiúktól az együttléteket, és hát akkor megkérdezzük majd a szövetség kapitányt, hogy itt alkalmaznak egyáltalán valamit, mert Hollandia például azt mondta, hogy a meccsek közti edzésekre is beengedi a családtagokat, a feleségeket, mert hogy az inspiráló, hagyja, hogy a gyermekekkel is játszadozzanak a focisták. Jó, azért az még nem szex, hogy anya megnézi az edzést. Igen, Scolari azt mondta, hogy lehet szexelni, de kéri a játékosok párjait, hogy kerüljék az extra mutatványokat, tehát hogy ne legyen semmi. Csak egy sima. Igen, sima, mert hogy ugye hát nem akar emiatt sérülést szerezni. Joachim Löw is beleegyezett, akár csak a holland kapitány, csak azt kérte, hogy jöjjenek házhoz. Hogy bele is csinálja valaki. Igen, hogy neki is küldjenek két namib kisfiút. Igen, nem, ő elmondta, hogy lehetőleg a csajok jöjjenek házhoz, hogy ne kelljen a focistáknak kimenni éjszaka, tehát jöjjenek a szállodába. És Argentina szövetségi kapitánya pedig nem nyilatkozott arról, hogy engedélye a szexet, kiindulva abból, hogy a helyszínen drukkolnak a családtagok, valószínű, hogy azért itt sincs komoly megvonás, de hogy minden szövetségi kapitány más gondol erről. Ez érdekes dolog, nem? Jó kimutatást kéne csinálni, hogy melyik csapat a sikeresebb, akinek lehet előtte való este még akrobatikázni, vagy akit eltiltottak. És akinek, bocsánat, hogy szabadovágok, elnézést még egyszer, sorry, hogy ha akinek például, mert nagyon sok idegen légiós van, mondjuk a családja, a felesége, a barátnője egy másik kontinensen lakik, ahhoz bemegy Joachim Löw. Igen, hát egy jó edzőnél. Megjött a kapitány bácsi, nézd a brazil kapitány. De tényleg. Szia, itt a kapitány beszél. Itt a kapitány bácsi. Herr Müller. Nyitsa ki az ajtót. Igen, és a brazilok teljesítményből kiindulva ott valami nagyon nagy elvonás volt, vagy valami nagyon nagy hancúr volt előző este. Ugye, mi tésztát tettünk 80-ban Mexikóba, ők lehet, hogy hancúroztak egyet. Ők pitét. Na, gyerekek, ha minden igaz, akkor... A Férfi Vízilabda Szövetségi kapitány Benedek Tibor már itt is van velünk. Jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt! Ciao! Köszönjük szépen ezeket a kis békákat, nagyon drágák vagytok, köszönjük tényleg!
Igen, hát most már nagyjából mindenki ismeri, hogy mi lett a logója a Budapesti Európa-bajnokságnak, és egyre többet beszélünk most már róla. Már a logóról, vagy az Európa-bajnokságról? Hát reméljük, hogy előbb-utóbb az Európa-bajnokságról, a teljesítményükről, de a logó egyre több helyen látszik, egyre többet reklámot kap az Európa-bajnokság, úgyhogy őzerővel készülünk. Hát ilyen Feri is mondta, hogy elfogytak a jegyek. Így van, nagy reklám nem kell neki most már, ugye, mert minden jegy elkelt. Hogyha négyet tudsz még nekem szerezni, ezt megköszönnék. Mert elaludtam. Igen. És elsősorban a női meccsekre, ha lehet ilyet kérni. Milyen a sorsolásunk, Tibor, arról tudunk valamit? Megmondom őszintén, vannak hiányosságok ér, hogy milyen csapatba kerültünk. Itt is csoportmeccsek alapján jutunk tovább. A nehezebb csoportba kerültünk, ami a csoportmérkőzésnek a nehézsége, az az, hogy a spanyol, horvát, szerb, magyar csapatok közül, itt nem lebecsülve a német és francia csapatot, de közül a négy erősebb csapat közül csak három fog tovább jutni, és az egyik ezekből az erős csapatokból legjobb esetben is csak a hetedik helyet fog tudni játszani. És ezek ugye a mi mumusaink is, akiket az előbb felsoroltál, mondva, hogy nem bántván a németeket, azért ott szokott az ilyen déli szomszédokkal egy kis helye húja kialakulni. Hát nagyon erős a mezőny, úgyhogy az első 7-8, egy Európa-bajnokság a férfi mezőnybe fölér egy világbajnoksággal, hiszen általában ez csak az erős csapatok közül csak az USA-val és Ausztráliával egészül ki, úgyhogy valóban nagyon nehéz a mezőny, és ebben a sorsolási rendszerrel, hogy a mi csoportunkban 4 erős csapat van, a másikban csak 3, ez a csoport ebben nehezebb lett. Na hát a szakmai részen szerintem túl is verekedtük magunkat, nagyon fontos kérdéseink vannak. Lehet-e szexelni a játékosaidnak a mérkőzések előtti napon? Nem javasolt. Tényleg, ezt komolyan mondod, kéred őket, erre egyen eligazat, és a sázok lehetőleg... Hát nekünk megvan egy rendszerünk, beköltözünk egy szállodába, és ott vagyunk 2 héten keresztül. Minden második nap mérkőzés van, azért ez nem a labdarúgó VB hosszúság, hogy egy hónapon keresztül kell, és csak minden negyedik nap van mérkőzés. Tehát itt egy olyan kialakult rendszer van, hogy a szűnnapokon 2 edzés van, utána jön a meccsnap, utána megint szűnnap, megint meccsnap, és így megy 2 heten keresztül. Tehát itt annyira szűkek az idők, és annyira be van osztva, hogy aznap, a meccsnapon a meccsek készülünk, a következő napon már a következő ellenfélre, hogy nincs is nagyon a játékosoknak szabad ideje. Akkor van szabad idő, amikor a sorsolás úgy alakul, hogy a csoport elsőnek van mondjuk egy szünnapja, kihagyja mondjuk a negyeddöntőt, és ezért van 3 üres nap, és ott a játékosok azért egy picit szabadabbak, de általában akkor se jellemző, hogy a családdal vannak, hanem inkább ők azok, akik elmennek vacsorázni, vagy egy kicsit többet vannak együtt uszodán kívül. És akkor ez úgy van, hogy az EB előtte bemész a szállodába, a portástól megkérdezed, hogy van-e pornócsatorna, ha van, akkor kössük ki! Lehetőleg, igen. Akkor még az se legyen. Szüntessük az előbb. Szigorúak nem vagyunk, de például a dubai világligán még a BB meccseket sem tudtuk nézni, mert ott még azt se adták. Te végzel legyen végső ellenőrzés, hogy mit tudom, 11-kor lámpaoltás, és bemész, bekopogsz, még tudod, hogy kik a renitensek, akkor ott kicsit körbemész, bekopogsz, de leoltod a lámpát, kiveszed a kezéből a könyvet, a ágyba utasítod őket. Megbirítsed a 2 kezét. Tehát felpeckeled a szállam. Igen, szerintem az utánpótlásban jellemző azért a felnőtt válogatottban elég tudatosak a játékosok, és én bízom bennük annyira, hogy nem ellenőrzöm őket. Tudják, hogy mikor van takarodó. De nincs ellenőrzés. Azt ugye tudjuk róla, hogy baromi elegáns, hogy mindig a medence szélén, ez azt jelenti, hogy Panni ilyenkor már vasalja az ingeidet? Igen, természetesen figyelünk most is, hogy fogunk kinézni, de hát elsősorban a játékunkkal szeretnénk felhívni magunkra a figyelmet, és nem a kinézetünkre, de mindenképpen fontos. Tényleg, Tibi, összerakta már Panni a kezdőcsapatot? Látva a közös reklámotokat? Ki mondja meg, ki játszik holnap, Panni? Most már beköltözünk a szállodába, úgyhogy most már egyedül tudok dönteni. Most már egyedül döntesz. Mikor kezdtek, mikor csobbantok be először a medencébe? De szép! Szakmailag kérdezi. Tehát Dévényi Tibi bácsi kérdezte volna. Mi folyamatosan edzünk, most ezen a héten már azért kevesebben, de az edzés számok is csökkennek, meg az edzés idők is, úgyhogy most éppen 9-től videó van, utána a tornaterem, utána a víz, de este például szabadak a játékosok, és holnap költözünk be a szállodába. Tornaterem? Ez
medicilabdázás, vagy fogocska? Ma van medicilabdázás, igen. Komolyan medicilabdázás? Igen. Igen. Jó, de utána van egy jó partizán kidobos. Az tegnap volt. Sose felejtem el, én 12 évesen egyszer lementem egy kosárlabda edzés, hogy mit csináltam, ott nem tudom, és vagy nem volt akkor edzés, vagy bármi volt, egyedül voltam, egyedül, és bejött az edzőbács, és azt mondta, hogy bemelegítés 10 perc fogócska. És ott álltam egyedül. Velem. Ja. Annál nincs megalázom, na 10 perc fogócska, de csak így bemondta, tudod, 10 perc fogócska, és ott álltam egyedül. Na jól van, hát nagyon-nagyon drukkolunk nektek, jó, nagy kalappal, van valami rituálé vagy szertartás, amit egyébként így a csapat csinál, egy közös vacsi a nyitó meccs előtt, bármi olyan, vagy ezek ilyen hülye laikus kérdések, és persze mindenki teszi a dolgát, profik vagytok, de hogy bármi, akár az öltözőben egy közös gyűlés még, vagy kit a merre gondolsz, hogy ezért, hogy tejbe grisztesztenek egymás testét? nem feltétlenül mindig erre a vonalra, akkor kell, mint az öltözőben egy ilyen, mit tudom én, te vagy alul kicsi a rakás, ugye bármi. Bármi olyan, ami most nyilván komoly is a kérdés, egyben persze humorizálunk, de egy olyan, ami így kovácsó, és egy ilyen közös lelki állapotban indul ki a csapat az öltözőből. Nem tudom, ez csak kérdés. Van ilyen, nem szeretném ezt kifejteni, hogy ezek hogy vannak, mert mindig egy picit más, de mindenképpen figyelünk arra, hogy oldjuk ezt a feszültséget, ami egy hazai Európa-bajnokságra biztos, hogy jellemző lesz, hiszen azért játékosoknak ez nagyon új lesz, hogy kimennek a medencetérre, és ott lesz 6000 szurkoló, és hát ez egy olyan, főleg, hogy az első meccsünk rögtön a spanyol, ez egy váratlan fog érni őket, minden eszközzel próbáljuk megoldani, hogy ők nyugodtan tudjanak erre a mérkőzésre készülni. Amikor átvetted a csapatot, akkor te így változtattál dolgokon, amiket mondjuk annak idején így a Dénes bevezetett, hogy például ezek a összetartások, vagy kabalák, vagy ilyesmi, hogy betanítottad a srácoknak, hogy és akkor egyszer mondjuk, hogy Ria, Benedek, Mágia, na mit szóltok hozzá? Ria, Benedek, Mágia. Hát, és akkor mindenki idézett, hogy Jézus, Isten. Volt, amiben változtattam, de ezt most már nem mennék most bele ezekbe a dolgokba. Most a lényeg az, hogy az Európa-bajnokságon. Itt még van egy nagyon fontos szakmai kérdés. Gábor kérdezi SMS-ben, hogy a Szepesi Niki el van-e tiltva a vízilabda csapatra. Hogyha ott látjátok olálkodni valahol, akkor vezetessétek ki, nehogy bajt okozzon. Nagyon drukkolunk nektek, jó? Tibor, az egész csapatnak, a fiúknak, lányoknak nagy kalappal nektek, tényleg szurkolunk. Jó, köszönjük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagy kalappal, hajrá. Aztán csak csinosan? Így van. Sziasztok. Benedek Tibornak köszönjük szépen, szia. A Férfi Vízilabda Szövetség kapitányával beszélgettünk. Gyerekek, hazai pályán ez könnyebb, de ugyanakkor nyilván még nehezebb, nem? Hogy van egyfajta inspiráció, ott üvölt neked 6000 ember, de ugyanakkor a nyomás az nyilván nagyobb. Viszont ha valamit, akkor... Innen egyenes út a kommentátori székbe felé. Ha ott szúrsz el valamit, akkor... És azért valljuk be őszintén egy vízisportban a medencében, hát azért... Látom? Az egy kis fennakadást azért okozna, nem? Mire lecserélik azt a több 100 köbméter, hektoliter... Miért nem te ülsz ott az M1-en? Akkor... Úgyis annyi középszerű ember közvetíti a foci VB-t. Tibi, cserét kérnék, miért? Mert... Ahogy a Feri is megmondta, volt egy kis... Gyerekek, na. A tízes ki a vízből, mert úgy látom körülötte... Gyerekek, pillanatokon belül kisüt a nap, és néhány másodperc, 1400-an már benn vannak, már csak 100 ember fér be ide az Anagóra Aquaparkba, úgyhogy tessék jönni, nem késő elindulni. Annyi, hogy a 10 órás Kassa Tibi koncert, Tibi fulladásos halálra való tekintete elmarad, úgyhogy... Úgyhogy az nincs, viszont nézzétek meg, a lelkes munkaerő már úgy is üzemelteti a hullámot, hogy senki nincs bent. Ez az igazi alázat. Ez az igazi a szakmai alázat, hogy ők már úgy is tolják a hullámot, hogy egy ember nincs bent. Nem? Ez szerintem nagyon-nagyon rendesek. Hát vagy beragadt az a rohadt gomb. Fél 9 múlt, fontos, 6 perccel nem elfelejteni, hogy itt az Annagóra Aquapark színpadán, illetve pontosabban az eső miatt itt benne a stúdióban, 4:10-kor vézolik a koncert egy dal erejéig. Jó? És az egész ország egy igazi hallani. Egy igazi életművet fogtak hallani. Így van, 9:06 perccel jövünk a hírek után. Morning Show. Minden hétköznap reggel 6-tól Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Hamarosan folytatódik. Morning Show. Klassz FM-en. 3:49 múlt, 2 perce, jó reggelt kívánunk, Balatonfüred! Sziasztok! Hello! Sziasztok! Igen, hát igen, na, hát igen, igen. Hát ez van. Igen. Minden nagy vihar után jön a feltámadás. Előutóbb. A viharnak meddig kell lenni, hogy jobb legyen? Sokáig. Jaha, jó.
Csak mert mondtad, hogy ha gyorsan esik, hamar vége van. Hamar kiesik az égből az eső, de sokáig kell, hogy kiessen, mert sok eső van fönn az égben. De ha kiesik, akkor utána süt a nap. Itt vagyunk az Anagóra Aquaparkban. Maradjatok otthon. Eddig hazudtunk, most már legyünk őszinték. Gyerekek, nagyon nagy zuhi van, tényleg. Tehát akinek van kedve, jöjjön. Itt vagyunk, és még mindig állnak legalább 50-60-an itt az üvegstúdió előtt. Nagyon jók vagytok. A teljesítményetek. Hihetetlen kiesernyővel, ki anélkül, ki esőkabátban. Drágák vagytok, köszönjük szépen. Már-már magunk sem értjük. És mindig a hátam mögé nézek, hogy áll-e mögöttem valaki, hogy esetleg arra vártok. Tényleg nagyon drágák vagytok. És sokan egyébként pedig bent a fedett helyről, az akvaparknak a beltéri egységéből integetnek nekünk. Ki ott bőrigázva hátul, egy üdítős üveggel a kezében. Igen, tényleg, hát le a kalappal. De jó fejek vagytok. Bármire is vártok, nagyon, nagyon reméljük, hogy előbb-utóbb eljön. Jó, ha valakinek esetleg szüksége van egy pár vizes zoknira, szóljon, mert tudok adni én is. Igen, hát egyelőre hiány az idő, nem tudunk ezzel mit csinálni. Reméljük, hogy javul, csáó, és egy valaki a vízben. Nagyon, abszolút. Nem tudom, hogy elvesztettél egy fogadást, azért kellett bemenned, vagy szereted a hideg vizet. Mindenesetre a Kassatibi koncert elmarad 10 órakor. Ugye Tibi kivette az esőnapot, aztán meglátjuk, hogy délután 3-kor ilyen idő lesz, és kiderül, hogy akkor ilyen tud-e színpadra lépni. Meglátjuk. Reméljük, hogy délután, a délutáni koncertek nem fognak elmaradni, mert azért itt elég nagy durranások várhatók. Hát vagy... de még ilyen nagy durranások. Hát de még ilyen vagyok. Rúzsa Magdi, Vastag Csabi és az Ergo gidákkal vagy gidák nélkül 9:30-kor zárja majd a bulit. Ugye ők már a Sun City-ben, viszont délutánig mondanak esőt, vagy kora délutánig, úgyhogy szerintem van esélye arra, hogy itt... Hatkor már csak villám lesz, értjük. Igen. Robi kicsit megtépje füredet és szétszedje a színpadot. Úgyhogy hát reméljük, megnézzük. Nyilván folyamatosan majd a magából a rádióból, a hírekből a Klassz FM fogja mondani, hogy mi történik majd délután. Elmarad-e esetleg a program, avagy nem. Viszont 9:40-kor gyerekek, egy valakit nem lehet eltántorítani, egy valaki színpadra lép, egy valaki el nem megy, amíg el nem nyomja a dalt. Ötödik Zoltán, aki már egyébként nagyon becsületes módon reggel 6 órakor bizony megjelent, itt volt, korrektül megérkezett, és azóta várja, hogy felléphessen 9:40-kor nálunk. Nagyon, nagyon szeretem, akiben ennyi alázat van. Így van, nem 9 órakor esik be, nem 8:30-kor, 6 órakor ide jött. Hát az év fellépéséről azért nem maradhat le. Hát, ez a legnagyobb. Azóta már megcsinálta egyébként az elejé beállását, megkereste a CD-t a kesztyűtartóban. Így meg ezzel kész is lett, de őt egyszer nem engedhetjük el anélkül. Szegények itt ez alatt, a napernyő alatt, ami elvileg ugye arra szolgálna, hogy felfogja a napkáros sugarait, most viszont felfogja az esőt, ami azért nehéz, mert ti, akik a szélén álltok, látom, néha ez így leszakad, és nem több, egy ilyen 3-3,5 köbméternyi víz így a nyakatokba zuhan. Igen. Hát igen, szóval kitartás, komolyan mondom, drágák vagytok tényleg. Én először azt hittem, hogy ők nagyon lelkes és hűséges hallgatóink, de aztán rájöttem, hogy csak nem akarnak elindulni az épület felé, mert közben szanaszéjeláznának. És ezért maradnak inkább az ernyő alatt, de nagyon tisztességes tőletek, nagyon jó fejek vagytok, köszönjük szépen. Igen, tényleg. Még ha ez a várakozás ugye nem is nekünk szól, hanem Bézolikának, akkor is mi ezt picit magukra veszünk, és köszönjük, hogy ennyien itt vagytok. Na, gyorsan egy-két SMS, aztán ugye hármasugrás játszunk, de még előtte SMS, így van, ezt már az előbb is mondtam. Fiú, kolléganőnk Szandi vitt nektek egy tortát, reméljük a nagy esőben oda is ért fele. Nézzetek utána, mielőtt szétázik, mind a torta, mind a kolléginak, akár lenne mindkettőért, puszi csajok peresztekről. A torta megvan, de Szandit nem láttam. Szandit nem, de kapott egyébként egy ajándékcsomagot. Csak azoknak mondom, akik esetleg majd otthon várják az ajándékcsomagot. Igen. Nem adtak semmit. Sajnos elfogyott, annyira. Igen. A buszon ülök, és a velem szemben ülő bácsika nagyon furán néz. Miért nevetek magammal, a fülemmel, a fülhallgatóval? Köszi, Manka. Hogy ma ilyen hülyék vagytok, elképesztő. Gyerekek, Szepesi Niki nem ólálkodik, hanem orálkodik ott a környéken. Tehát küldte nekünk Kőszegről. Ne panaszkodjatok, Balázs, hiszen elmondhatjátok, hogy akkor jöttök Füredre, amikor jól esik. Ez igaz. Ezt Imre küldte nekünk, köszönjük szépen. Jó, és akkor gyorsan néhány közlekedés, mert hogy az is fontos, kaptunk friss információkat az utakról. Trafipax az 54-es főúton Jakabszállás és Kecskemét között, ezt Évi üzente nekünk, az M0-áson kereket cserél valaki a soroksári lehajtó előtt, üzeni Zita, valamint a gyorsforgalmi befelé, megint Kampó, a kamiont váltotta egy Opel Kadett. Ez ma nem megy ott a gyorsforgalmin, ugye? Na most, ha a Kadett is beszorult a híd alá, akkor az a nagy baj. Ott van rohadt nagy kerekkel ment, az igen. Az nagyon komoly. Azt láttátok, hogy egyébként itt az akvapark mellett táborozik nem is egy, hanem ötvös cirkusz. Hát...
Úristen, itt az ötös cirkusz. Téged várnak. Engem 10:11-kor megtaláltuk a manézsban. A manézsban. Ott vagyok a manézsban 10:11-kor. Próbáld gyakorolni. Hölgyeim és uraim! Uraim, a manézsban, ma este. De ezt te jobban tudod egyébként. Vajola? Téged várnak. Vajola, itt vagyok. Itt vagyok a manézsban. Oda nézzetek! Hát egy lány a vízben. Azt a minden itt neki. Nem mondok semmit, még túl messze van ahhoz, hogy megállapítsam a korát. Egyrészt meg a faterja már most nagyon onnan néz ránk. Gyerekek, egy sellő úszik a vízben, az első lány ma itt a Füreden, aki bemerészkedett a vízbe. Milyen a víz, jó? Jó, és integet, hogy jó. Jó, hogy ahogy úszol mélyebbre, ne menjél. Állj meg, ott még leér a lábad. Így én is tudok, majdnem bele is döglöttem. Gyerekek, hogy mondja valaki azt a női nemre, hogy nem bevállalósak. Nézd meg. A puhány pasik, érted, csak meg mártóztatik. Hát én is elkeltem, úgyhogy nem mondhatom rájuk. Így van. És aközben pedig már egy lány. Hogy hívna? Viki. Karcsi. Én ebből a távolságban ezt olvastam le, de vízes a plexi. Jó, de te már egy orvosi rendelőben a 42-es számot se látod legfölül már. Arra is közelebb lépsz, úgyhogy persze, hogy nem látod a nemét. Jó a víz egyébként? Jó? Küldjünk be egy fiút melléd? Nem? Van fiúd? Nincsen. Leszbi vagy? Ja ne, hát csak értem, hogy csomó, hát csak kizárásos, mert hát érted, sarokba szabítottátok a kérdéseitekkel, hát most ezután már mi jöhetett, érted? Mi bemenjünk melléd? Azt mondja, hogy igen. Jani? Jani? Tessék. Jani menjen? De nem tud úszni. Hát majd kiment. Agyon magad menten. Na jó van, jó fürdőzés. Hármasugrást játszunk, jó? Már itt is vannak a játékosaink. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hello, jó reggel. Sziasztok. Sziasztok. Hello, hogy bírjátok az időt? Hát most, hogy ide bejöhettünk ebbe a jó kis melegbe, így már azért jobb. Kicsit jobban. Kik ők? A lányaim. Panna és Nóra. Édesem, esőkabát van, de nagyon kis hősiesek, hogy a mínusz 13 fokban szakadó esőbe ők ezt ilyen jól bírják. Igen, bár azért néha bemegyünk a fedett részre, csak ott nem lehet ideket hallani. Ott nem szólunk? Abszolút nem. Miért? És akkor csak ott állnak az emberek. És akkor áll, igen? Uh-huh. Na, nem á. Hát majd de. Akkor mindjárt lesz itt irgumburgum? Hát akkor 10 után menjünk be és toljuk el a műsort nekik is. Annak örülnének. Hoztunk egy kis pogácsát. De drágák és egy kis vagytok. Süteményt nektek. De aranyos. Nem lekenyerezéstél persze. De aranyos, hogy is. Elrontottátok, hogy miért? Hát majd kiderül. De drágák vagytok, és meg is kapjuk? Édesem, és a lányok lerakják nekünk. De oda mehettek nyugodtan, a Jani bácsinak van cipője, csak igen, levette. Igen, gyárilag szoktam hordani cipőt, csak most köszönöm, átázok. Köszönöm szépen. Most nem tudom, érzitek-e, de mindkét gyerek. Nagyon szépen köszönöm. De aranyos vagy. Köszönjük szépen. Az édes? Igen, az linzer. Az pedig pogácsa. De jó. Helyesek vagytok. Segítettetek anyának? Kicsit már megviselődött. Ne haragudjatok. Tudom, de azért nem kaptam, én mindig én szoktam kapni. Balázs kapja mindig a frisset. Igen. Jól van, oké. Egyébként Pestről vagy ahonnan? Igen. És nyaralás, ez az egy hetes, Szabi? Hát anyukám itt lakik. Uh-huh. Balatonfüreden, és lejöttünk hozzá. Akkor ez inkább csak egy látogató. Igen, igen. Szegények, akik azért most vették ki az éves Szabijukat egy hétre, azért az egy komoly trauma. Ha csak nem kötöttek, ugye időjárás biztosítás. Nem, van ilyen is egyébként. Igen. Vissza a nyaralás ára? Hát valamennyi, nyilván valamennyi részből, de szerintem megkötheted. Igen, de olyan sokat nem boldogulsz, nem? Hát most egy hetet itt ültél az esőben, hazamész, visszakapod a pénzed. Hát de kérdez, de ha úgy úszod, hogy vissza se kapod, ahhoz képest azért az jó, nem? Az ember visszakapja. Na, milyenek a kérdések, Jani? Hát, hogy most őszintén fogalmam sincs, szerintem nehezek, attól függ, hogy ki fog rá válaszolni. Hát próbáltuk összetenni. Megpróbáljuk, meg reméljük, hogy a berakok közönség berakok egy bigacsigásat. egy bogyó és babócás kérdés, igazsunk be. Jó, segítünk, jó? Okay. Ha már ilyen aranyosak vagytok, hogy itt vagytok ilyen időben. Így szól az első kérdés, Derikát nyakba akasztod. Milyen növényben nem üt a ménkű a mondás szerint? Csalám. Csalám! Így van. Folytasd a következő mondó, csiga, biga. Patkamon. Egyébként az is. Igen. Oké. Okay. Egér, padért, így szól a második kérdés. Melyik tenger egyik kikötő városa Trogir? Melyik ez a tenger? Trogir, az Horvátországban van. Vagyis? Vagyis, hát az Adrián. Tudja.
megálljunk és elviszitek az ajándékcsomagot, csak mondom egyébként, hogy ott van. Ugye milyen szép egyébként az ajándékcsomag? Hun. Ja, ja ott van, így van. Igen, nagyon szép. Ilyen ajándékcsomagot nem kapni bárhol egyébként. És kérdés, hogy Jani szeretne még dolgozni akkor. Hát a következő kérdésem? Igen. Hát szerintem elvihető. Hát akkor próbáljuk. Csak ne kapkodjatok. Ez a jó, megfontolom. Így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Melyik fegyvernem képviselőit nevezték egykor pattantyúsnak? Melyik fegyvernem? Segítség kérés kintről, tanácstalanság befelé. Én valami olyasmit olvastam le, hogy ágyú. Ej, jó, elfogadjuk, üzérség, így van. Így van, megvan az ajándékcsomag. Hát köszönjük szépen. És ugye van benne egy óra is, ami nagyon értékes erekje, mert viszonylag kevés van belőle. Bizonyám, aláírjuk. Inkább meg is tartom. Köszi nektek, csáó, drágák vagyok, köszi, hello. Hogy eljöttetek. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Bali, ha 10 előtt odaérek az A8-asra, akkor felléphetek én is, üdsz Jolly. Ugye, nem, ő Lellére jön. Igen, ő Lellére vagy Debrecenbe. Igen. Aztán Sáblogádon van egy baleset, mentik a kamiont, ezt Dani küldte nekünk. Bali, a Maci most vegye le a bundát, vagy ne vegye le a bundát? Kérdezi valaki, ugye. Hát érdekes. Hát igen, igen. Hát most ne vegye le. Kislányom, vedd le a bundádat. Kislányom, ez remek választás. Apa kicsit pedó, nem? De imádom, a gyerekek, a megjegyezhető reklám a jó reklám. Ez a klímás cég, ez a mennybe megy ezzel a reklámmal, nem? Kislányom, csukd be az ajtót, anyád. Be ne jöjjön. Hát de most komolyan. De most inkább klímát vennétek? Már most csak azért kérdezem, hogy 2014-et írunk, már nem divat a bunda. Bizonyám. Na gyerekek! Na! Vézolika! A színpadon nem sokára. Mármint, hogy itt belül az üvegstúdióban. Most már nem esik, csak mondom. Uh-huh. Hát igen, de még azért így egy kicsit csepereg, úgyhogy mondtam, hogy javul az idő. Mondtam, hogy javuló tendenciát mutatunk. Vézolika és a Balaton nem sokára felcsendül itt a Morning Show-ban. A világot jelentő padlószőnyegen, bent a stúdióban, ugye a színpadra most nem nagyon állhatna. Bár élőben. Szerintem a nyakmerevítő is jól állna. Élőben. Élőben. Már jattoltunk egyébként Zolikával. Nagyon szimpatikus. Bejött, köszön, nagyon, nagyon helyes. Úgyhogy vele folytatjuk, jönnek a hírek után jövünk viszont is. Ébred. Hamarosan folytatódik itt a Klassz FM-en. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap feled hangzik a zár, a zuhany alatt vagy a kádé után, a kormány mögött vagy kint az utcán, télen és nyáron a hajnal hasad, a meló Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 4:10 lesz pontosan, 1 perc múlva szaporodnak az esernyők. Jó reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk Balatonfüreden, az Annagóra Aqua Parkban. Az is vizes, aki ma úgy tervezte, hogy nem megy vízbe, aki vízbe van, az még vízesebb, de talán most annak a jobb. Gyerekek, abszolút, abszolút megteltünk, itt vagyunk, úgyhogy tényleg, tényleg, még érdemes elindulni. 1450. Itt van, már csak 50 ember fér be. Úgyhogy itt vagyunk, és nem sokára Vézolika a színpadon. Vézolika, vagy ötödik Zolika, ugye ezt még nem tudtuk megfejteni, de nem sokára elénekli nekünk a nagy sikerű slágerét, melynek címe Balaton! Történelmi pillanat. Hír és egy hallgató, gyerekek, nem akármekkora sztár Vézolika, hiszen Queen az előző zenekara. Föl kell vezetni. Mondjad, mit akartál mondani? Hát, hogy az előző órában megcsappant a közönség, de a koncertre mindenki. Gyerekek, hát a koncertre mindenki kíváncsi. Mérnek a rendőrök sátoralja Újhelyen, a Kossuth Lajos utcán.
Balázs, maradj ilyen pozitív. Üdv Meli. Hát, abszolút. Uh-huh. Ebben az időjárásban mit kell meglátni? Nincs sorbálás, a narancsárga csúszdán. Mindenben meg lehet találni a jó oldal. Nem, félig üres, félig tele van ez a pohár. Így van. Gyertek el, csúszdázatok, nem kell sokat várni. Nézzük a jó oldalát. Trafipax az 54-es úton Jakabszállás és Kecskemét között, ezt évig küldte nekünk, és az M0-áson kereket cserél valaki a soroksári lehajtó előtt. Ezt Zita küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán gyorsan váltok mi egy-két SMS. A főnökön már csak a mai napra behoztunk egy rádiót a munkahelyre, hogy élőben hallgathassuk Vézolikát. Vigyázz, állásba várjuk a művész urat. Na, tisztelet. Gyerekek, ha Zolika nem kerülne elő, akkor a hangos bemondom, a mondosátok be, és én átadom. Üdv a lángosos. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Gyerekek, itt vagyunk, megérkeztünk. Nem látta valaki a naptejemet? Jött ez is SMS-ben. Na, gyorsan, előtte egy közérdekű, mielőtt Vézolikával beszélgetünk egy kicsit. Ugye 100 000 gumikacsa versenyez majd az év leglátványosabb családi rendezvényén. Augusztus 31-én leengedik ezeket a kacsákat. És ugye ezeket a kacsákat meg lehet venni, nem drágán, viszont amit nyer az ember azzal, ha befektet, az viszont nagyon komoly, mert hogy autót, utazás, szórakoztató elektronikai eszközöket és különféle ajándékutalványokat lehet majd nyerni. Mi történik? Belöntik mindenki kacsáját a Dunába, amelyik kacsa elsőként odaér, annak a tulajdonosa nyer egy nagyon szép ajándékot. Viszonylag kevés pénzért megveszel egy ilyen kacsát, kis befektetéssel nagyon nagy dolgot nyerhetsz, plusz ugye az UNICEF Magyar Bizottságát is támogatod ezzel. Mármint, hogy ugye hát átutalják a Magyar Bizottságnak. Így van, jótékony a kacsáknak is. Az alján van egy kis sorszám, így nem tudják majd megállapítani azt, hogy kié volt. Mert egyébként tök egy normál. Igen, ott nagy verekedés lenne. Az enyém, aki be tudja bizonyítani, hogy övé a kacsa. De csak azért mondtam el, mert hogy itt bent az épületben, a melegedőben, ha lehet így hívni, ott kapható ilyen kacsa. Jó? Úgyhogy mi is indítunk majd kacsát augusztus 31-én, aztán meglátjuk. Ha nyerünk bele valamit, akkor kitaláljuk a sorsát. Jani, átveszed? Ja, én szerintem átveszem, de remélem nem lesz olyan, hogy Balázs kacsáját 200 méterrel feljebb fogják majd a célhez egy picit közelebb elindítani a susnyásból. Az én utolsó kacsámat a Rókus kórházban hagytam. Igen. Azóta ott sárgul. Azóta az ott van. Na gyerekek, történelmi pillanat, mert hogy megjött hozzánk Vé Zolika! Hello Zoli! Jó napot! Jó napot! V. Zolikát, annyit találgattuk ezt, hogy V. Zolika, vagy ötödik Zolika, vagy ez egy becenév, ugye erről már beszéltünk, mikor fölhívtunk telefonon, de hogy V. Zolika ez a név? Vagy ez csak ez egy... Ez a művész. Aha, de nem is Zolika? Zolika nem is Zolika? De. Jó, tehát ez megvan, mi? És a V meg a családi név. Ez van ez. Így van. Nehogy elmondj. Ez titok. Figyelj, a múltkor hasonlítottál valóban az M7-esen, és kiszúrtuk a turnébuszodat. Illetve pontosabban Feri csinált róla a fotót. Hova igyekeztél? Hát igyekeztem a Telekre, mert elég nagy volt a fűjés. Ott igen, csak dolgozni kell. Csapattad a 7-esen. De közben énekeltem. Aha. Énekeltél közben? Így van. És hol van a Telek? Itt a Balaton környékén? Tehát nem árulod el a saját dalodat egy Velencefürdői Telekkel, nyugtass meg, nagyon helyes, a Balaton környékén van Telek. Mekkora csalódás lenne már, nem, hogy a Tiszatót partjára tartottam. Micsoda lokálpatrióta, így kell ezt csinálni. Na, sokat készültél a mai napra? Jó közel a mikrofont, jó? Készültem. Komolyan? Tényleg? Nagyon elegáns vagy, azt nézem, hogy nyakkendőben, piros nyakkendő, fekete rövidújú ing, fehér nadrág, sportcipő, tehát ma kirittyentetted magad. Általában is szoktam. Igen? Oh. Tényleg? Tehát ez a nyakkendő, ez, igen, mindig? Így van. De mindig ez a piros? Többségében így... nem. Ja, van, tehát van több színű. Most azon gondolkozom, hogy a kocsiban mivel láttalak, de mint ott is nyakkendőben lettél volna. Nem, az nem az volt. Na, figyelj, komolyra fordítva, ez a 45 ezerről ugye felugrották 200 ezerre. Mennyire érzed ezt, hogy kicsit így foglalkoztunk a daloddal? Mennyire lögtünk rajtad egyet? Tehát nagyon sokat... Tehát magyarul nagyon sokat emeltetek. Nagyon sokat. Vannak meghívások, több a hakni, több a koncert. Mert akkor százalékot kérünk. Voltak meghívások is. Aha. Jó, hát nem. De valószínű még ezután majd csak lesz több. Hát ne vicce, hát ha most ezt itt berobbantod és letolod, abszolút, persze. Kint jár a motorot, attól félsz, hogy megvernek és el kell majd menekülni, vagy valaki melegedik benne, mert hogy kaptuk az információt, hogy itt áll a turnébuszod és jár benne a motor, vagy a nejed ott melegedik, vagy mi történik? Nem? Elég rendesek az emberek, különben nem vernek senki. De miért megy a kocsi motorja? Hogy nem egy... megy. Ja nem megy, jó, már Tibi jött és mondta, hogy járó motorral látta a turnébuszodat, de akkor ne erről. Zolika, mióta zenélsz te? 18 éves korom óta. Aha, és akkor így... Két éve?
Hát igen. Akkor így kaptál egy hangszert, és érezted, hogy ez a te utad. Tanultam gitározni. Aha. És azt te játszod fel azt a dalt, te játszod azt a kis latinos verziót? Speciálba az elején? Barátod. Ezt mondtad, hogy a barátod szerezte a zenét. Igen. Együtt csináltunk mindent. Figyelj, a rímek, azok, ugye mi fejtegettük, hogy a tűzvíz, ízlángos, nem tudom, azok tudatos keresztrímek, vagy bődületes mázlitok volt, és így jött ki. Vagy azok tudatos keresztrímek, mert ugye ezek nem rímek, keresztrímek. Így akartuk csinálni. Kicsit közelebb nyugodtan a mikrofont. Kimondottan így akartuk csinálni, mivel a Balatonon, amit elénekelek, ezek a gyakorlatban is megvannak. Egyébként, hogy ne? A lángos, az árnyék, a sör, a vízi bicikli, delfines csúszdás, ugye a kedvenc része. A tűnő, a tálcámon keszek, tűnő ezresek. Kit érdekelnek a rímek, csak legyen benne. Így. De egyébként tényleg ez a Balaton, nem? Hát ez erről, a Balaton, erről szólt. Erről szól. Lángos, a keszeg, a vízi bicikli, delfines csúszdás, a jó idő, a csajok, hát minden. Ennek mindenki benne van egy generációs élmény ebben. Abszolút. Van. Jól van, egy ilyen kis bőröndel látlak itt járkálni utoljára, én ebben a póker zsetonjaimat vittem, ha játszottam valahol, te mit cipelsz ebben, vagy mit viszem? Hát én a CD-jeimet hordom. Ó, de profi! És hoztam nektek is ajándékba. Zolika egy kicsi fémbőröndöt felütött, és egy gyerekek 6000 darab CD van benne. Saját CD-t van, Zolika, azonnal. A viszem meg, a Janinak is, jó? Nyugtass meg mindegyik eredeti, és nem másolt, ugye? Tehát nehogy aztán itt lecsapjon ránk. Tehát minden illetékes eredeti. És ez az egy dal van rajta, vagy remix, vagy csak több ez dal? Egy. Csak ez az egy. Hát nem hiszed el, nekem most van egy 2 órás utam visszafelé Sárvára. Kollégáknak is. De édes, hogy kollégáknak mindenkinek is. Nem kevésszer fogom ezt meghallgatni. Figyelj, csak mondom, hogy a CD is nyomott, gyerekek. Hát azért ez nem egy akármilyen kis. És Vézolika a Balaton CD gyereke. Zoli, nagyon profintolod te ezt, tehát nagyon komoly menedzsment áll a hátad mögött, abszolút, fotó a klipből, a borítón, nagyon klassz, nagyon jó, koncertszervezés is leírva, igen. Jó van, és osztogat, gyerekek, nézd, rendületlenül, mindenkinek ad. Rendületlenül osztogat, igen. Na, csak az maradjon bent, akinek bent kell, jó, hogy Zoli, ne legyen lámpalázas még ennél is jobban. 18 év után. Mit csinálsz, még akarsz valakinek CD-t adni? Persze, de már mindenkinek adták 2-t, Zoli. De még egyet. Jó, még a fontos kollégának is adni. Igen. Én is kaptam egy 5-ös köteget. Vigyél haza is. Igen. Oké. Na, meghallgatjuk akkor ezt a dalocskát, hogy igen. Édes, hogy a sluszkulcsodat szorongatod. Tedd már le én nem fogom elvinni a kulcsidat. Igen, én ezt megfogom itt neked nagy-nagy szeretettel. Pedig ha látnád. Jó? Figyelj, szerintem legyen ez a színpad így, és akkor ki tudsz dolgozni a közönség felé. Akarsz? Az jó, az legyen az, jó. Hogy ott áldogázni. Hát legyen okay. Rendes igen. Koncert. A szakadó okay. Esőben mi nem küldenénk ki téged, de mindenképpen, hát azért itt nagyon sokan miattad jöttek, fotóznak téged. Nézd meg, Zoli, ez abszolút. Tedd fel a fülest kicsit jobban úgy, a fejed tetejére is nem is fog leesni. Itt remegő tinédzserek, fiúk, idősek, lányok, fiúk, mindenki várja a te fellépésedet. Igen. Hogy tenném már a fejed tetejére? Nem látod ott a dísznap szemcs? Hát figyelj, az ott hozzá tartozik a szem. Ez. Gyerekek, hát az a fotón is ott van, a klipben is ott van, az minden. A napszöveg, az igen. De basszus, úgy toporgunk ki, mint hogy a nász éjszakánkon lennénk. Igen. Na. Figyelj csak, a következő helyzet, én szoktam általában fölkonfozni a fellépő művészeket. Hajrá. Nem, most te csinálod meg, mert én ide állok, illetve azért, mert Vézolika a te felfedezetted, és a konf után gyerekek, őrüljünk meg. Igen. Őrüljünk meg Vézolikáért, és akkor kezdődhet a buli. Hölgyeim és uraim, itt az Annagóra Aquaparkban, a Sun City mellett, élőben, egyenesben, speciálban, csak nektek, a színpadon Vézolika! Kenemben alánkosom, lemerült végre a telefonom, kizárom most minden gondom bajom, csak téged imádlak én, Balaton, felelő naptűn, hűsítő a víz, árnyékom egy fűt, számban lángos íz, vízin bicikli, delfines csúszdás, csúszdás, sopponás, ezeket mind én akarom. Oronyát újra a Balatonon, itt van már kezemben a gitárom,
rád, hogy újra hív, azt, amit már százszor. Parton ülve énekeljünk, és jönnek, mennek a lányok, de csak téged imádlak én. Figyelem! Balaton! Tűnőben a nap, koncsom félén hab, tárcámon keszek, tűnő ezresek, hangorban rívás, lelkem táncot jár, nekem nem kell más, mert én itt most nyaralok. Nyaralok! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Zolikám, hát micsoda! Hát micsoda koncert! Kifújtuk a szakma orrát, és ott volt alatta a te hangod, ráénekeltél a saját hangod, volt benne valami báj. Óriási! Óriási, csak egyébként nem akarom neked mutatni. Igen. Pali, rám is gondolj, Vézolik a CD-vel. Írják a barátaim. Tehát már nem gondolt, hogy ezek a CD-k nem fognak elkelni. Nagyon köszönöm. Igen, te durva. Egyszerűen hihetetlen volt az élmény, komolyan mondom, hogy így... Ne haragudj, hogy pont bejöttem, mert egyébként a közönség a vissza. Tehát az, Zoli, imádtuk, annyira drága vagy. Ugyanaz az érzés jött vissza, mint a Pecsában annak idején, amikor hallottam a Sepultúrától először élőben a Troops of Doom-ot. Most ez az élmény a második helyre csúszott vissza. Egyszer nem gondoltuk, hogy hiány jó leszel. Tehát hogy ez tényleg elképesztő. Zolikám, nagyon köszönjük nektek, drága vagy. A CD-ket mi kipakolhatjuk neked. A kocsi, már hogy a táskából vihetjük az összeset? Vele, nézd meg az összeset el. Hát nyugodt aztán neki. Hat barátom írt SMS-t, hogy rájuk is gondoljak. De aztán nehogy meglássuk a tesztveszen. Zolikám. De egyébként, jattolunk. Ha meghívtok, igen? Balaton lelére nagyon szívesen el. Aha. Ugyanebben a formában. Jó. Nem oszlatsz fel addig, jó? Ugyanebben a formában. Hogy tudnál még jönni? Hazudnám, ha azt mondanám, hogy most azonnal elgondolkozunk az ajánlaton, de megnézzük. Tessék? Ingyen és bérmentve. Ingyen és bérmentve. Na, nagyon drága vagy. Ezt nem ígérjük, viszont Balázséknál lesz egy még jó néhány családi születésnap, ahol viszont szívesen lát. Zolikát, imádunk, szeretünk, köszönjük szépen, hogy itt vagy. Köszönöm lellét. Szépen én. Lellét átbeszéljük, jó? Köszönjük szépen, drága vagy. Na, basszus, sajtot lehetne reszelni a hátamon, még mindig lútbőrözök. Gyerekek, azért ezt így élőben látni nem akármilyen volt, tényleg. Viszont van egy dolog, amiről szeretnék még beszélni, mert hogy egyrészt számomra nagyon fontos és érzékenyen érint közben itt mindenki attól Zolikával. Zoli, köszi még egyszer, vigyázz magadra. Jó utat, ciao. Július 12-én, ha esetleg körbenéztek, hogy hol lehetek, vagy mit csinálok, igen? Vagy eszetekbe jutok, akkor ne felejtsétek el, hogy a Cirkuszok éjszakáján leszek majd. Hát, csak hoppá, tudom. Hoppá, Istenem. Ez Zolikának szólt. Kiment a stúdióból, és a vállán viszi a közönség. A vállán! A király elhagyta az épületet. Imádom. Szóval a Cirkuszok éjszakája lesz, gyerekek. És Balaton lellére látogat egy cirkusz család, és jönnek többen. 4 afrikai elefánt is. Amivel semmi baj nincs. Ott születtek, vagy emigráltak. Jönnek ők is, átemigráltak. Mambo, Mamba, Kimba, Tonga. Micsoda, te jól hangzik. Micsoda eredeti neve. De hogy ezek az elefántok állítólag megmártóznak a Balaton vizében. Hoppá! Most hogy van az? Odafele. Tessék? Még visszafele izzadtabbak, vagy mi? Visszafele jobban melegük van? Nem, ott lesz ugye Balaton lellén a cirkuszok éjszakája, ott a helyem. Ez az érrendezvényem, de belemegy 4 elefánt a Balatonba. De nem lesz, ugye? Nincs. Ez a kérdés, hogy nehogy megint ugyanaz a híri kialakulja, mint néhány héttel ezelőtt. Itt hallom a Balaton átúszásnak a soha el nem múló, idén megint nem, most megint nem, ezen a hétvégén megint nem című rendezvénysorozatát. Na most mi van, ha ez a 4 elefánt megint esetleg belegittel a Balatonba? Hogy kutyát nem engedhetsz be. 4 új természetes sziget. Igen. Tehát itt nem fél attól esetleg a cirkuszok éjszaká, hogy Mambo, Tanga, Tunga, Nunda, Punda. Majd, akkor mi van? Ronda, Nuna.
Mi van? Hogy lesz ez? Figyelj. Vagy ezeket akkor ott kifogják? Hát a múltkor hallottuk, mi történt Füreden, milyen ekoli, meg nem tudom mi jutott be, ugye, mert hogy beleengedtek valamiféle nem odavaló dolgot. Jó elefántban nincs ilyen baktérium. Nincs ilyen baktérium. Úgy kell felfogni az egész, mint egy irgalmatlan nagy beetetést, egy hatalmas nagy bojlit, vagy gyakorlatilag négy hatalmas nagy bojlit. Hát azért ne felejtsük el, egy pár hónappal ezelőtt rendeltél nekem, mint ugye belga trüffelt, egy kis eledelt az egyik állatkertől, és hát arról az elefánt rágyáról gyakorlatilag kiderült az, hogy egy csodaszerről van szó. Tehát, hogy az a növény, amit abba temetnek bele, vagy ültetnek bele, az valami hihetetlen robbanáson megy keresztül, iszonyatosan jó hatása van a növényekre, és gondolom, hogy akkor a flórára, akkor a faunára is. Még több hal? Igen, vagy még nagyobb halak lesznek. Tehát majd elképzelheted, amikor majd ki kell mindenkit parancsolni a vízből a strandokon, mert a hatalmasra nőtt dévérkeszegek megtámadják a strandokat. Keszegveszély! Mentsétek a gyerekeket, Istenem, az a gyerek nem tud úszni! Még kicsit fáj, hogy nem én vagyok ennek a rendezvénynek a műsorvezetője. Nekem is, úgyhogy szerintem gyerekek. Értem egyébként, hogy az elmúlt pár év alatt miért nem hívtak meg a Cirkuszok Éjszakájára a műsorvezetőnek. Nem egy jó, ez csak bennem felmerült, mert olvasgattam, hogy én ez a négy nagy darab elefánt, akik szívesen fürdőznek majd, hogy nehogy azt tenni. Ez a Balaton átúszás, hát ez nem megy nekik idén szegények. Nem. 26-szor hallom a saját híreinkben, hogy megint elmarad. Most hétvégére tervezték volna megint. Jövő hét szerintem még így egy hetet szokták tolni mindig. Akkor lesznek az elefántok 12? Július 12-én. Igen, ez most lesz akkor. Uh-huh. Ez holnap. Holnap. Igen. És be lehet menni, lehet mosdatni őket, meg ilyesmi, meg oda lehet menni hozzájuk, és meg lehet fogdosni őket. Miért azt egy elefánt fogdosni? Miért kéne megmosdatni egy elefántot? Miért kéne megfogdosni? Abban még látok fantáziát. Én úgy tudtam, mintha meg lehetett volna, mert nekem mindig bejönnek ezek az ázsiai fotók, meg ázsiai felvételek, amikor azt látom, hogy... Igen, csak azt te a bondage.com-on nézegeted az ázsiai fotókat, tehát egy picit más, ezek elefántok. És azok csak vágóképek valójában. Igazából valami előttem van, meg utána sokkal jobb. Igen, amiket te nézegetsz, azon 16 éves japánlányok sírnak nagyon. Tehát manga verzió van, tehát ez egy picit más, ez is ázsiai vonal, de hogy ezek elefántok egyébként, meg afrikai elefántok. Ezek a kisebb fülek, vagy a nagyobb fülek? Azon... Ugye? Hát, várjál. Most bevittelek a málnát. Most igen, és én szerintem ez egy sarkalatos kérdés is. De azért, hogy ekkora a füle, hogy beleér a vízbe. Azért fél tízkor ilyen nagyot kérdezni, nem? Hát. Azért. Na, gyerekek, van valaki, aki viszont lejött és nem lép színpadra. Hello, itt vagy, Tibi! Tibi! Szevasztok, azt akartam mondani egyébként, hogy Vézolika, a gizdáskodás nagymester, amikor lejött a színpadról, úgy jött be a VIP sátorba, hogy előre dugta a kezét, és mindenkivel jatolt, hogy ugye rendben volt. Halál Frankon először bejött egy jattoló kéz, és utána jött Vézolika, aki mindenkivel ajatolt, hogy szívesen. Tehát, hogy... Ő egy komplett csomaga, hogy lejön. Ő mindent kitalál előre, itt voltak abszolút. A CD-k, volt itt ez a keresetlen elegancia, ami azt jelenti, hogy nem sokat keresgélhetett reggel a szekrénybe. Hülye vagyok, most elfejtettem megkérdezni, hogy a haját hol vette, a jó fogáson vagy a vaterán. Szerintem még KGST piacot. De imádom, gyerekek, gondolkozom rajta, hogy én ezt szerintem mindig áll tovább lellére is ezt a produkciót, tehát hogy ezt nem szabad elhagyni. Mindjárt lesz mikrofon. Igen. De egyébként, hogyha nem tudtam volna, hogy ez valóság, és lejövök arra, hogy Vézolika egy parókában nagyon plébekkel egy ilyen műstúdióba, és közben esik az eső, és egy üres medencének beszéltek, akkor az azt mondtam volna, hogy álmodom. Tehát, Nekem az egész műsor alatt az érzésem, hogy én útközben ide meghaltam, és ezt már csak álmodom. És egy ilyen közös nagy kollektív szürreális álomban vagyunk benne itt a mínusz 16 fokban a Balatonfüredi strandon egyébként. Hát abszolút, pont mondta a páromnak, hogyha valaki egy picikét utálak, az most nagyon röhögjön. Tehát, hogy én tegnap lekiindultam, kiütöttem egy napot, hogy most Balcsi élmény, lejövünk, abban a pillanatban beáll 15 fok, jégeső, minden, a párom tudod, ilyen teljesen elhajolt, és ő ráadásul lejött egy ilyen kis rövidgatyában, tehát hogy neki semmilyen meleg utca nem volt, és igazából akkor kezdett el nagyon fázni, amikor egy ilyen ármáni kirakat elértük, hogy nagyon fázom. Hosszú nadrágot, drágám, gyereket akarok. A másik, ami szomorú, hogy rájöttem, ülünk lenne reggelin, és rájöttem, hogy a párom manipulálja a horoszkópomat. És 5 napja minden reggeli felolvassa a horoszkópomat, és mindegyikben ilyen van, hogy itt az ideje, hogy megállapodj. Lassan jöhet a gyerek. Igen. Ne felejtsd, a kaland nem igazi élmény, a szeretet a valódi kapcsolat, nem tudom. Tehát ilyen horoszkópokat hallok egy hete, mondom, add már ide, az oldalon nem volt ilyen, érted? Tehát, hogy manipulálja a jövőmet, de azért mondom, hogy nagyon szépen köszönöm nektek ezt a lehetőséget. És aki egyébként a bátyámat nem szereti, az is rőket, mert az meg ezért lejött, csak hogy ezt megnézze, tényleg nem lépünk föl. Igazából engednénk, tudod, hogy színpadra állj, tudom, hogy akkor még aludtál, nem hallottad azt a megszólást, mivel szakad az eső, hogy ez leginkább a te érdekedben marad el, mert ezt előadtuk már ugye
fél nyolckor, hogy ez a te esetedben a szakadó eső, amikor énekezze felér egy fulladásos halállal. De ezt ugye meghallgatod a Best of Boy. Szerintem ilyenkor ezt fel kell marketingelni, nem vagytok profik. Ilyenkor egy profi előadó mit mond, mennyien voltak 5000-et? Felsajátomot megkérdeztem annak idején, Sűrűsápon mennyien voltak, mondta 20000-re. Mondom, Ádám, ezt nem mondjad már. Hogy lettek volna 20000-re? Hát, de 6000-re. Na mondom, az már reális. Szóval sokan. Na mondom, az, hogy igen. Tehát én is, mennyien voltak fürdőre? 20000-re, 5000-re, sokan. Micsoda, én már 8 okkal mondtam, hogy az első 1500 embernek ingyenes, és már csak 60 hely kiadó, mert zárjuk a kapukat. Úgyhogy figyelj, itt azért volt marketing. Fantasztikusan föl van marketingelve. Legalább van valami dolgod Balatonon, vagy mész is vissza Pestre? Idefelé jövett, kaptam egy hívást egyébként, hogy meghaphatnám a Bali szobáját, aki feltette, akkor nem annyira aludt lenn, és mondták, hogy mindenképpen menjek, mert van egy ilyen egy arany jacuzzi gyémánt asztallal, gyémántból kihintve. Nem tudom, igen, kararai márvány szobabiciklivel, persze. Van egy betanított beluga, aki köszönti az ajtónál, de nem aki labdát pattogtat a izébe a lobbiba, de hogy én találtam egy ilyen kis házi panzióba, találtam végül szállást egyébként egy középkategóriás családi autó áráért, mert egész Balatonfüred olyan szinten van lefoglalva, ahol annyira családias a hangulat, hogy amikor lenn ültem, ott iszogattunk a lobbiba a párommal valami italt, majd odaadott hozzám a tulaj, hogy ő most kiszaladna megpisiltetni a kutyát, addig mi felelünk a szállodáért. Hogy maradunk-e még egy 20 perc, és ott ültünk szorongva, hogy ki kell adni majd egy szobát, vagy valakinek lefőzni egy kapucsinót, tehát hogy ilyen teljesen családi élményben volt részünk, úgyhogy köszönjük mindezt, köszönjük Balatonfüred, köszönjük az élményt. Igen, hát Tibikén volt már ilyen. Rossz idő van, nincs ezzel van. Futottam már lukra életemben. Persze, figyelj, autóztál igen. Egyet, megnézted, milyen szép az eső. Elolvastuk a horoszkópomat. Megtudtad, hogy jó lenne megállapodni, igen. Úgyhogy igen, megnézzük, a délutáni koncertek egyébként még nem maradnak el, úgyhogy minden esélyünk megvan, hogy jó idő legyen. Ugye elvileg 5:30 Rúzsa Magdi, aztán Vastag Csabi és Ergo 5:30-kor még Szikora Robi odavág egy nagyot. Úgyhogy azokat azért figyeljétek, már itt az információkat. Este nincs már hely. Már nincs, az a baj, nem akartam átkérdezkedni, de hogyha Vastag Csabi jó arc elnyomja a Hello idegent, és akkor picit ott voltam én is, jó? Tehát ezt üzenem minden a Vastag Csabinek és a Posztobányi Andornak. Igen. Jó van. Na, 5:30 múlt pontosan 7 perccel, rövid szünet. Jó, utána jövünk a naphallgatójával, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Hölgyeim és uraim, a show, amelyre az ország ébred, hamarosan folytatódik. Itt a Klassz FM-ek. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan, 2 perc múlva, hello mindenkinek, még mindig itt vagyunk ugye Balatonfüreden, az Annagor Aquaparkban, és még mindig áldogálnak itt az üvegstúdió előtt, esernyővel, összebújva esernyő nélkül, pedig most tényleg kezd azért valójában zord lenni az időjárás kicsit. Még reménykednek, hogy visszajön Vézolik. Igen, egy ráadás dal van, tényleg nagyon helyesek vagytok, hogy itt vagytok. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk, ugye maga az időjárás azért igencsak meghatározta adásunkat. Bizony. De próbáltuk pozitíven látni a dolgokat, vagy pozitívan látni a dolgokat, próbáltuk az egészet úgy feltüntetni, hogy érdemes idejönni, és hát csak kisüt a nap. Ez a közös mantra, ez most nem annyira segített, de mi próbáltuk azért elképzelni, hogy mit lehet csinálni ilyen időben. Ugye? Meg hogy mi az előnye annak, ha szakad az eső, erről beszélgettünk, illetve hát megindokoltuk, hogy miért maradt el Kassa TV koncertje 10-kor. Elment már? Nem fogja hallani? Szerintem hallja, hogy szóltunk neki, hogy hallgassa meg a Best of-ot. Ő most már úgyis a család alapításán törő a fejét. Így van. A lapi horoszkóp szerint legalábbis. Igen, és Benedek Tibort is fölhívtuk, ugye, mert hogy kezdődik a vízilabda Európa bajnoksága, ráadásul ugye Magyarországon, ami dupla nyomás a fiúknak, nyilván szeretnének jól teljesíteni a hazai közönség előtt. Egyrésztről valószínű áldás játszani, másrésztről valószínű teher, hiszen még jobbat vár el tőlük a közönség. Faggattuk a szövetségi kapitányt, hogy hát tulajdonképpen csinálja-e ugyanazt, amit a futball világbajnokságokon nagy szövetségi kapitányok, hogy megtiltanak bizonyos dolgokat ugye a játékosoknak. Tibi nagyon helyes volt, meg nagyon érti a humort, nem? Szóval olyan nagyon szimpatikus. Nem szeretik, ha beszélünk vele. Igen, tényleg, jó volt vele beszélgetni. Úgyhogy ezt is, és az időjárásról való beszélgetést is megmutatjuk. Most a nap legjobb pillanataiban. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Azt kell, hogy mondjam, hogy alakul, na, a franc vigyel, hát azért alakul. Az is jelzi, hogy jobb az idő, az előbb egy ember fürdött, most már 2 volt van. A medencében. 2, abszolút 2, és ugye mi történik? Fejtsük meg. Lassan esett, ugye? Igen. Egy órája. Most mi történik? Nagyon esik, tehát javul. Miért? Na, ez erre kíváncsi. Mert a lassú esés után jött a gyors. A gyors után megint jön a lassú. De okos tehát vagy, mi történik?
kiderül az ég nem sokára, hiszen most gyorsan esik az eső. Hamarabb kijön. Így van, érted? Hamarabb kijön. Tehát mi történik? Elfogy az eső. És sütni fog a nap. Érted? Tehát mi jön utána? A napsütés. De jó logika. Érted? De jó. Lassú eső sokáig tart. Gyorsan. Lassú eső, szemerként nem tudhatod. De ha gyorsan esik, hát utána már nem tud lassan, hiszen elfogy. A kutya mindenségi. Tehát mi történik? Javul az idő. Te pozitív vagy. Én mindenben megtalálom a jót. Hát mutass nekem egy gyors esőzés után egy lassút. Mi történik? Uh-huh. Felívelés, szakadás, igen? Napsütés. Szinte látom magam előtt a diagramot. De mit csinálunk? Megyünk bele a jó időbe. De jó. Ugye? Esik az eső, víz van mindenhol. Miért meglepő ez egy akvaparkban, nem? Egyáltalán nem meglepő. Sőt, szárazságra. Akvapark? Hát. És egyre inkább? Így van. És tényleg mondom azoknak, akik most ébredztik a gyereket, hogy gyors reggel és irány ide. Jó? Tehát nem várjunk, nehogy elfogjon az 1500. Szóval nagyjából most van a régi osztyapenkonám, még ne. Gyere Tibi, javul az időtüredet, gyere, nyomjad neki. Én ragaszkodnék a Tibi koncertjéhez. Csomó embernek megígértem. Tudom, hogy nem voltatok sokan egyébként, akik vártátok a Tibit, de annak a néhány... De annak a néhány embernek mondom, hogy a Tibi is kiveszi az esőnapot, tehát aki esetleg rávárt, tudom, hogy elenyésző tényleg. Meg a következő karácsonykor úgy is találkoztok, hiszen családtagok vagytok mi. Jó, elmaradnak ma itt a koncertek, de nem a Sun City-ben. Nagyon így fontos, van. Hogy nem a fél hatkor kezdődő Sun City, mert az erősen időjárás függő, de ma a Kassa Tibi itt 10 órakor nem valószínű, hogy színpadon. Kassa Tibi, 360 fokos fordulatot tud csinálni benne egy versenykatamarán. Így van, mire elénekelni a hullott csillagot, hata már bemászhatnátok és fürödhetnétek. Az a baj, hogyha ő ilyen időben... Ha ő ilyen időben, ilyen szakad elsőben énekel, egyből meg is fullad, úgyhogy... Csak bontja ki, mert... Tibit lefújtuk. Jól van, na, javul az idő, tényleg érdemes idejönni, nem sokára zárjuk a kapukat. Az első 1500 ember jöhet be csak ingyen, úgyhogy még nem késő, jó? Nem késő, kint már nagy a verekedés, úgyhogy tessék kiparkodni, tessék sietni, most lehet csúszni a kék csúszdán, nem kell sokat várni. Olvasom a különböző szövetségi kapitányok nyilatkozatait a VB-ről. A Hollandia szövetségi kapitány, ugye a Scolari, Brazília, Németország, a Joachim Löwöt, és mindenki más terápiát folytat a játékosait illetően. Ugye van, aki a szexterápiában hisz, van, aki abban hisz, hogy ugye meg kell vonni. De legyen elég az, és a srácok lehetőleg... Hát nekünk megvan egy rendszerünk, beköltözünk egy szállodába, és ott vagyunk két héten keresztül. Minden második nap mérkőzés van, azért ez nem a labdarúgó VB hosszúság, hogy egy hónapon keresztül kell, és csak minden negyedik nap van mérkőzés. Tehát itt egy olyan kialakult rendszer van, hogy a szűnnapokon két edzés van, utána jön a meccsnap, utána megint szűnnap, megint meccsnap, és így megy két heten keresztül. Tehát itt annyira szűkek az idők, és annyira be van osztva, hogy aznap, a meccsnapon a meccsre készülünk, a következő napon már a következő ellenfélre, hogy nincs is nagyon a játékosoknak szabad ideje. Azt ugye tudjuk rólad, hogy baromi elegáns, hogy mindig a medence szélén, ez azt jelenti, hogy Panni ilyenkor már vasalja az ingeidet? A játékunkkal szeretnénk felhívni magunkra a figyelmet, és nem a kinézetünkre, de mindenképpen fontos. Tényleg, Tibi, összerakta már Panni a kezdőcsapatot? Látva a közös reklámotokat? Ki mondja meg, ki játszik holnap, Panni? Hát most már beköltözünk a szállodába, úgyhogy most már egyedül tudok dönteni. Nagyon fontos szakmai kérdés. Gábor kérdezi SMS-ben, hogy a Szepesi Niki el van-e tiltva a vízilabda csapat. Hogyha ott látjátok ólálkodni valahol, akkor vezetessétek ki, nehogy bajt okozzon. Nagyon drukkolunk nektek, jó? Tibor, az egész csapatnak, a fiúknak, lányoknak nagy kalappal nektek, tényleg szurkolunk. Jó, köszönjük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hajrá, nagy kalappal, hajrá. Aztán csak csinosan? Így van. Benedek Tibornak köszönjük szépen, a férfi vízilabda szövetség kapitányával beszélgettünk. Gyerekek, hazai pályán ez könnyebb, de ugyanakkor nyilván még nehezebb, nem? Hogy van egyfajta inspiráció, ott üvölt neked 6000 ember, de ugyanakkor a nyomás az nyilván nagyobb. Akkor. Akkor. Innen egyenes út a kommentátori székbe felé. Ott szúrsz el valamit, akkor. Morning Show. A Klassz FM-en. Na, hát itt vagyunk, igen. És ahogy fogalmaztam, igen, hát egyelőre az időjárás nem jó. Csabi, hello, jó reggel. Szia! Jó reggel, szevasztok! Igen. Mi vagyatok ezzel az időjárással?
Hát, ugye el tudtuk volna képzelni egy, egy szűrt napsütés némi bárány felhővel. Van ennél jobb is, de hát de látod, itt áll a közönség, szevasztok, azért vannak jó páran. Vannak. Ha bemész a vízbe, úgyis vizes leszel. Látom, Csabi, megadtad a módját, bálabontás van. Hala, komolyan mondom, hogy 15 évvel ezelőtt láttam ilyen... Márvány koptatott, ugye? Ez kicsit márvány koptatott. Márvány farmer. Hát a Balázs meg a Feri a divatosak, de jó inkább a Balázs. Ez igaz, vagy, de hozzád képest most menő ez van, mondd meg. Nem. A Janinak. Nem. Jó. Tehát akkor de mi jobb vagyunk, Jani, hát mikor követtük mi a divatot? Hát nem hát semmikor. De nem is szúrtam ki, igen, meg hát az a bakancs, az meg egy külön. Megyek. Én bárhova megyek, mindig bemegyek valahol, és veszek valami ruhát magamnak. Tegnap is vettem, illetve ma is. De hát ez nem ma volt, tegnap volt 600 forint ér, két alsót a kínaiba. És kicsit sopánkodtál, hogy nem tudtad lealkutni. Ugye? Hogy gondolom, hogy szívtad a fogadat, hogy miért nem adják oda 400-ért. De biztos, ez már ráadásul fel volt bontva. Igen. Na gyerekek, jövő héten Szabin vagyunk újra. Gondoltuk, hogy ha ilyen jó idő van, akkor egy kicsit menjünk el pihenni. Mikor vegyek ki a Morning Show a hetes szabadságát, ha nem akkor, amikor egy ilyen kontinensi hidegfront így időzik itt felettünk. De semmi baj, jövő héten már állítólag lesz 20 fok is, úgyhogy egészen jókor időzítettünk. Úgyhogy jövő héten nem vagyunk, de nem marad senki Morning Show nélkül, mert hogy ugye hát az elmúlt hetek, hónapok terméseit rakosgattuk össze, hogy szoktuk volna csinálni. Úgyhogy best of lesz a jövő héten, aztán jövő után héten hétfőn érkezünk majd újra. Mi a recept azért még így utoljára? Vigyél, Csabi, nyugodtan vézolik a CD-ből. Két fontos dolog van, arra gondoltam, hogy a Balatonpartra jövünk, akkor ilyenkor mindenki a strandon van jó időben. Úgyhogy strandkajákat csináltam. Lángos, mert most úgyse tudsz venni, érted, otthon vagy. Az jó. Meg halat sütöttem, de nem hekket, hanem hogy egyszer legalább egy évben az ember térjen vissza a keszekhez. Keszek kárász, olcsó, az olyan az hal, amire azt mondják, hogy én például sokkal jobban szeretem, úgyhogy ez a két recept van klasszik most. Klasszik a paprikás lisztben? Én nem persze, tudom, igen. Nekem a kárásszal nincs nagy bőm, én a pakmant jobban bírom azért. Jó, hát ne válogass. Ne válogass, úgyhogy ezt a kettőt igen. Tudjátok megcsinálni. Meg a kárász nem is annyira keszeg. Kicsit most elengedte magát így hasban, nem? Igen, most inkább boil is pojt. Nekem a demcsák. Igen, hát ki mit választ? Így van. Zsuzsi? Zsuzsi? Hát ha már választani lehet, nem tudom, mire pasikat választ. És hogy készítenéd el, ha már egyszer? Erről így adásban nem beszélgetnék. Nyársra húznak. Bepaníroznál? Na, szóval, hogy halacska salátával? Ha semmivel. Halacska kenyérrel, meg kovászos uborkával, ahogy a strandon eszed, úgy halacska, meg lángos, arra meg mindenki azt rak, amit csak szeretne. Jó. Úgyhogy ez van, fönn van már a Facebookon, szerintem a Lackó már megcsinálta. Jó, már hívjuk gyorsan még a nap hallgatóját. És holnap gyertek Boldogkővára, aljára. Igen, láttam, hogy fesztivál Gönci lesz. Gönci barack, de nem pálinka, már mondom, mielőtt mindenki lecsap erre, hogy megint inni megyek, hanem barackból minden van, tehát befőtt kompót, de van palacsinta, van fagyi, van minden. És ha már Gönci barack, akkor ki lesz a fellépő a Smile zenekar? Tudtam, hogy nem vagy. Csak a rossz poénok a végére. Na, a vár is szerintem nyitva lesz, nézzétek meg gyönyörűen. Felszaladok. Morning Show! Hey! De örülünk! Sziasztok! Hello! Mindig örülünk, ha női hallgató a nap hallgatója, vagy lány hallgató, mert ritkában vagytok azok. Ugye Hiennel is viccelődtünk itt elég sokat, és írtad nekünk SMS-ben, hogy ne aggódjatok, Hien időben a nap is kisüt. Ezzel lettél te a nap hallgatója. Hogy hívnak? Köszönöm. Nem írtad alá? Éva vagyok. Éva, hol hallgatsz minket, Éva? Budapestről. Budapesten. Ott milyen az idő most nálatok? Mi újságban? Ott is? Uh-huh. Ez most igen, olyan, mint nálatok. Ez megnyugtató. Igen, kicsit fájt volna, azt mondod, hogy jó idő van. Küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Mi köszönjük, hogy minket hallgatsz. Csáó, jó hétvégét. Köszönöm, nektek is. Sziasztok. Szia. Hello. Na, hogy állunk a fogadásunkkal? Én vagyok most plusz 5000-ben. Plusz 5000. Tehát nyerőben vagyok, plusz 5000. Két mérkőzés van, ugye a bronz meccs, meg hát maga a döntő. Uh-huh. A bronz meccsben az lesz holnap este, Brazília-Holland. És a brazilok nyilván nagyon nagyot akarnak dobni, hogy bebizonyítsák, hogy ez csak egy egyszeri fiaskó, tehát nagyon lelkesek lesznek, de én ennek ellenére én őket nem. Jó, tehát te a holland. Én akkor brazil. Holland-brazil, jó. Akkor ott én Brazíliára, te Hollandiára. Ötöcske. Jó. Na, mi? Csak gondolom egyébként, hogy a Robben azt nyilatkozta, hogy a bronz nem érdekel senkit.
Aha. Tök őszinte. Szerintem ez így van. Szerintem egy effektíve kegyetlenség lejátszatni velük. Szerintem rohadtul nem érdekli őket. Kit érdekel? Még a második hely sem. Senkit. Hanem nekem 86-ban ki volt a bronzérmes. Vagy 90-ben, vagy 94-ben. Egy tök igaza van. Szerintem ezt így gondolják, tisztességből ki kell állni, gyűlölik. Annál nincs könyörtem, hogy elbukott VB döntő, utána, amikor bejuthattam a VB döntőbe, ugye, még ott fölküldenek 90 persze bohockodni, mert a kutyát nem érdekli. Igen, de legalább dobogós vagy, mert azt mondják, hogy két nagyon rossz hely van, a második hely, meg a negyedik. Szerintem a brazilokat annyira nem fogja vigasztalni, a harmadikok lesznek, hogy semmennyire. A Scolarit ugyanúgy kirúgják, a játékosok ugyanúgy kapni fognak, senkit nem érdekel. Mondjuk azért elmondanám, hogy mi Ferivel valószínűleg se az ezüst, se az aranyérmes nem tudnánk megmondani, nem csak a bronzérmes. Az elmúlt 20 évben. Ez igaz. Én mérom, ha valaki ilyen őszinte, szerintem tök jól mondja Robert. Az egy vergődés, oda kimenni még minek? Már a szurkolóidat se érdekli, neked se, és végig kell csinálni. Jó, mi tehát akkor hollandia, lazák lesz. Te persze nyilván telkház. Jó, te hollandia, én Brazília. Döntő. Hát én maradnék, az én az argentinokkal fogadtam az előbb is, ha lehet, de ha te azt mondod, hogy most átállsz, mert ugye... Nem, maradok. De a németek esélyesebbek. Nem mondod azt? Mondd, de mert ha érted, átállnál, akkor nem. Én áttok állni. Maradok a németeknél, szerintem ugyanaz nem lesz, mint Brazíliával, tehát nem lesz ennyi gól, de szerintem ez hosszató egy 2-1-re. Aha, 2-1-re hosszabbítás nélkül. Jó, jó? És akkor 10-10 mind a kettő, vagy 5-5? Hát akkora ilyen mahinátor vagy, ilyen David Copperfield, egyáltalán nem néz sportot, de valahogy mindig behúzod, most is 5 pluszba vezet, 5-öcs kell lenned, nem játszom nagyba, mert izé vagy. Ó, nézd meg, menekül. Illúzionista vagy, 5-5. Jó? Jó van. Csabikám, milyen zenéid lesznek? Játék lesz, csak mondom, a jelenlévő hallgatóknak is, meg mindenkinek az országban, hogy a Forma 1-es játék folytatódik, három napra szóló páros belépőket lehet nyerni a Forma 1-es Magyar Nagydíjra, és milyen más újdonságot ajánlhatnék ebben a gyönyörű szép időben, itt Balatonfüreden, Janicsák, Veca, Könnyek az esőben. Istenem, de szép! Nem volt beszerkeszve, de beemeltétek. Csak nektek, csak ide. Ti mentek Csabival esetleg nyaralni, mondjuk a Márvány tengerpartjára? A nadrágomból itt élve? Nem, ott tavaly voltunk, nézd meg! Gyerekek, van egy rossz hírem. Na. A hiánrajongóknak. Valaki be... Nem, most kaptam az információt a piros telefonon, hogy lemondtuk a hián koncertet is. Ez hián egy könyörtelen világ, úgyhogy... Nincs 3 órakor hiány koncert. Hiány kiszúrást a hallgatókkal. Igen. A délután még mondjuk, Rúzsa Magdi, Vastag Csabi, Ergo egyelőre még úgy tudják ők is, meg mi is, hogy jönnek. Aztán gondolom majd a hírekben, meg hát itt a Klazon. Hát mondjuk Csabinál, mi is napközben, így van, meg a piros is majd. Hogy ott mi lesz, meglátjuk. Ha kicsit jobb idő lesz, nyilván ezek a koncertek meg lesznek tartva, de ha ez az idő marad, akkor lehet, hogy az is elmarad. Tehát a színpad fedett, hát a közönségnek. Ha kicsit jobb idő lesz, akkor talán meg tudjuk tartani. Na jó van, azért ne legyen egy nemzeti gyásznap, nem csak rossz az idő. Figyeljetek, hogyha csokolozok a Magdival, akkor rúzsom Magdi. Na, hát drága füledék, drága füledék, mi nem látjuk egymást egy hétig, és ez nem is baj, ezt nem nektek mondom, hanem ennek a két embernek itt. Nagyon jót fog tenni, hogy kicsit egymást nélkül leszünk. Köszönjük, hogy ilyen kitartóan itt voltatok, bárkire is vártatok. Bármiért is álltatok itt ennyit a szakadásokban. Nem tudjuk, hogy mi van a stúdió alatt, de tiszteletre mért, hogy várjátok már a bontását. Igen, nagyon drágák vagytok, tényleg köszönjük, hogy ennyien eljöttetek. Valami magányosak lettünk volna itt a füredi strandon szakadó esőben tök egyedül, de hála a Morning Show hallgatóknak, Klassz FM hallgatóknak, ezt nem kellett megélni, mert hogy tényleg rengetegen állnak itt az üvegstúdió előtt. A Csabinál tudtok dalt kérni, tehát nem menjetek el, ha valaki szeretne, akkor megteheti. Jó? Egy hét, Szabi, jó idő, fürdés, pancsolás, napozás? Nagy a fenében. Na jó van, mindenkinek jó hétvégét, jó nyaralást, jövünk egy hét múlva, hétfőn. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.